Dani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt pontosan 9 perccel, jó reggelt mindenkinek. Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Hallgatóink, itt vagyunk újra. Bauni, vagy mit szoktunk mondani? Bauni, nem? Na most már utána kell néznünk, hogy afrikánszul lesz, hogy semmit. Ez párkóul van. Igen. Ja, ez egy viszonylag kevés populáció által beszélt nyelv, ez a pákó nyelv. Igen, és valószínűleg nem jelent semmit egyébként, igen. Jaj, na, gyerekek! Segítenék rajta. Na, jó? Mi van? Afrikánszul nem beszélünk itten. Igen. Nagyon sokan sasvíul beszélünk. Aha, sasvi, megvan sasvi. Elé nem kevered a saslikkal? Jabú. 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 Jabú az mi? A jó reggel? Hello. Hello. Szia. Jabú. Jabú. Vécére kell menni. Igen. Jabú. És betanít nekünk valami, betanít nekünk valami olyan. De tényleg ezzel Jabu. Menjetek mindenhova, tehát ma találkoztak emberek, aha, csak annyira. Jabú. 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 De mély is le, kemény legyen. Jabú. Jabú. Úgy, az nagyon jó. Jabu. Ilyenkor fognak nagyon megverni. Úgy megverni. Mit mondtál, tudod? Igen, gyűlölöm a feketét. Biztos, hogy benne. Én az egyetlen olyan emberhez fogok oda menni, aki egy ellenséges törzsből jött, és ők nem annyira örülnek a jabúnak. Valószínűleg bele fogok keveredni egy ilyen hututuszi kis izébe, Münzériába. Jabú! Igen, nagyon sok törzs van, a sisválítólag a legnagyobb. A sisva? A sisva, és ott azt mondja, jabú! Na. Ezt mondják. Na jól van. Jó, úgyhogy ezzel operáljatok. Ezt szedted össze tegnap? Hol szedted össze? Konyhá recepció? Nem, kérlek szépen, ez majdnem a dzsungelben. Na. Majdnem a dzsungelben, mert eljutottam oda, ahova ti csak vágyatok. Nem már. Ja, nem, ti is ott voltatok. Ahol mi csak kamerákkal. Figyeljetek, annyi minden történt velem, hogy kezdem. Na jó, akkor iszom egy kávét, tojat. Jó, hát egy kis reggelit hoztam nektek. Hát Jani, te nem fogsz neki örülni. Te nem fogsz neki örülni. Ez ugyanis az a nemzeti eledel, amire oly sokan vágytak már a stábtagok közül. Ez ugyanis a biltong nevezetű étel. Biltong, azaz, már ez nem jutott biltong, eszembe. Biltong. Kétféle biltongot hoztam. Az egyik biltong az marha biltong, a másik tudod miből van? Gnu. Nem, kubu. Kubu? Ja, kubu volt. Olyan kérdezik korán reggel, persze, hogy kubu. Majd lefotózunk és fölveszünk a Facebookra. A következő zajlik, fogják a marha nemesebb részeit ezek a drága emberek, mert hogy itt az elég sok van, és ezt befűszerezik, bemártják olajba, és fölakasztják száradni. És ez szépen kiszárad, az a kubu, amit most szagolsz. Igen. Az a kubu, amit most szagolsz, ez pedig a marha hús, és vannak ilyen kis kioszkok bárhova mész, például a nagy bevásárló központ kellős közepén. Ott lógnak. Ott lóg. Elképesztő. Egy ilyen kis kinyitható szerkezetben, mama ott áll, van egy darálógépe, mert ez nehéz, rohadt vagy egy jó. Száraz a dolog, nem lehet késsel fölvágni, van egy darálógép, és benyom neked így egy kilót. Nagyon jó. Ez föl is aprítja? Ez föl aprítja. Az, a marha az nagyon friss, a kubu az picit szárazabb. Sose láttam még ilyen. Én nem hiszed el, hogy ezt a dél-afrikai stáb azt úgy csárnicsokja, úgy csócsálja, hogy ilyen kilószám. Imádják a sisát. Mint mi az almát, vagy a répát, állandóan ezt rágják. Állandóan ezt rágják, mindenki ilyen él. Így van. És olyan régóta akartam már venni, de jó, hogy vettél, mert ezt üldözöm, mert megkínált az egyik dél-afrikai, és rákattantam. Imádom, és azóta ezt akartam, hogy nem volt időm kimenni, de jó, hogy vettél. És ez itt van kína bevásárlás közben. Átmész, kettő jó is van. Lógnak, mint a kolbászok. Pontosan. Egy szárított marhahúsok, illetve kubuhúsok, és van nagyon jó kis kolbászkákat is gyártanak, amit föl is füstöl, azt kóstold meg, ha olyat még nem ettél. Ilyen csorizó akkor... jelleggel, ilyen kis kolbászok. Vékony kis kolbászka, ne, az ne, is ne, csorizál innen semmit. Jó, meg bajba. Az is szárítva van, és fogják, megveszik, és úgy megy a bevásárló központban, ízlésesen, a különböző ilyen nagyboltok között, hogy... Közben rákcsálja. Kilóg a szájából egy fél kiló. Érdekes kettőség, miközben egyébként a bevásárlók központban még ilyen abszolút prémium márkákat is lehet látni, aztán közben meg itt tolják a sisát, a jabút, a csorizót. A biltong. A biltong. Nem bírom meg a biltongot, és közben sisvaú azt mondják, hogy jabú. Na most, hogyha valaki esetleg még nem látott biltongot, előfordulhat Magyarországon, akkor kb. Úgy néz ki, mint az a fahánc, amit dísznövények alá szoktak szólni. Mulcs. Igen, olyan, mint a mulcs. És csak mondom, hogy kétszer láttam Balázst igazán boldognak az elmúlt napokban, egyrészt amikor felfedezte a biltongot, másrészt amikor becsekkoltunk a biznisznek. És amikor kihozták ott az egy, ő a kubu. Ő a kubu. Aha, egy ilyen kis szarvas, az Impalánál nagyobb testű, ilyen kis szarvas. Milyen csavaros volt a kupacja. Igen, az enyém répás almás volt. Egy négy lábú, nagyon klassz kis állat. Ezt a gnút egyébként elmondta ez a dél-afrikai, meg egy csomó minden, de nagyon menő, hogy vettél, és haza is lehet vinni, mert hogy ezek tök jók, tehát nincs
tartósítva lefüstölik, leszárítják, és mehet a kajálás. Én viszek haza. Az enyém, amit ettem, a sogorma, az egy ilyen köris, nem is tudom, milyen pácban volt megcsinálva. Fú, gyerekek, azt a mindenit, de jó volt. Na, megkóstolom ezt is. Akarok én is hazavinni, de akkor nem kell kimennem venni. Nagyon nem kell, mi belefutottunk egy nagyon gyenge kis csilis ízesítésűbe, a néni ott megkínált bennünket. Stábunk a egyetlen hölgy tagja, aki akkor ott volt velünk, gyakorlatilag sírva két lét görnyedve könyörgött az életéért. A ő a feleséged egyébként, csak mondom. És akkor megpróbáltuk a Vikit megmenteni, aztán egy nagyobb ilyen kolbászszerűt megevett, és azzal sikerült. Porralótóval kifújták a szájában. Volt. Hát az a jó, az bírom. Ők egyébként szeretik nagyon ezeket a csípős ízeket, én ugye alapból mindent szószozok, és hogyha ott van az asztalon valami csípős szósz, én már rárakok annélkül, hogy megkóstolnám az ételt. Viszont ha ők valamit már beerősöztek, akkor az csak lángolhat. Én, tehát, hogy ott konkrétan tűzveszélyes területi alakul át az asztal. Jól van, szóval mondjuk vettél egy másfél-két kilót a biztonság kérdéért, nehogy ma már ne legyen, én ezt szeretem benned. Meg ha vásárolunk. Hát tudod te, mennyire van a pláza, legalább 100 méter. Ha visszafelé jövünk és megéhezünk, mi is nálunk étel. Nem hagyhatom a csapatot. Te mint az élelem felelős, a hattápos, az ellátmányos, ne hagyd étel nélkül a csapatot. Igen, egy két zacskónyi van most itt az asztalon, másfél-két kiló. Nyi az egyik. Igen, de ebből már sokat megettünk. 3-3,5 kiló birtokunk van. Egyébként tényleg, és ilyen chips helyett, nasolás helyett, csak egy rákcsálod rohadt sós, de egyszer ráakadsz, és nem bírod abbahagyni. Nem bírod abbahagyni. Szenzáció. Ez a helyi chips van. Ez a helyi chips, igen. Igen. Tehát tévénézésnél leülsz egy ilyen zacsival. Péntekenként a dél-afrikaiak kezdel ülnek nézni a Walking Dead-et. Igen. Vagy Szerdán a Szulajmán. Azt nem mert tudod, hogy levettük. De ne provokáljunk. Biztos itt is van Szulajmán, igen. Na, és merre voltál, mert innentől kezdve, hogy te vagy a mi felfedezőnk, mert mi nekünk elindult az ingázás, dzsungelszálloda, viszont hallom, hogy te tegnap kolbászoltál, tegnap vitted a kis tábot is. Hát igen, nem birtongoltál. Most gyerekek, azt, hogy én nem értem, ha megbeszélünk valamit, mondom ezeknek a drága, gyönyörű embereknek, hogy akkor megreggeliztünk, átmentünk birtongért, pénzt váltottunk, minden, szétnéztünk, vettünk üdítőitalt, visszajöttünk. Igen. Mindenkinek megkóstoltátok, visszavittétek. Visszavittünk, vettünk egy újabb adagot. Rosszul lettünk, jobban lettünk. Mondom az embereimnek, hogy akkor gyönyörűim, fél egykor találkozunk len a lobbiban, aha, a bejáratnál, és indulunk a túrára. Nagyon jó. Egyszer csak jön az SMS az egyik embertől. Hát én inkább ledőlök aludni. A nejem. Igen, jó, mondjuk őnek ki felmentése van. Így én van, mondtam neki, hogy elfáradt, pihenjen egy kicsit. Igen, tehát akkor így már hárman maradtunk. Majd jött értünk egy ember, aki ide a szomszédban van nálunk egy nagyon szép, vagy mellettünk itt a szálloda mellett egy nagyon szép botanikus kert, oda akartunk átmenni. Igen. Kert vagy park, hát gyakorlatilag akkor egyébként, hogy 5 óra alatt nem sikerült. De már inkább egy parkig, mi nem voltunk, csak hallottam. Nagyon-nagyon jól néz ki, nem mondom, oda menjünk át, közel van, nem kell macerásodni, és ráadásul át lehet menni a szállodából. Ám jött értünk egy ember, mert csak úgy nem lehet átmenni, tehát ilyen kapukat kell nyitogatni, és az meg vérci ki, amikor mondott, hogy már egy negyed órája mondott, hogy van még egy emberünk, picit üljél le, nem iszol valami? Gyere, van itt nagyon finom teánk. Van a sőcikém, kicsit megbiltongoztad magad, igen? Picit vártál egy kicsit. Majd átmegyek, hadd várjanak, igen, tudom, és amikor, ezt ismerem. Amikor küldöd az SMS-eket, nyilván nem válaszol rá. Aztán fogod, fölhívod a telefonon, hogy nehogy az legyen, hogy itt hagytuk. A szobatelefon. Kinyomja a telefont, tehát kinyomja a telefont, nehogy valami is. Akkor küldesz rá még egy SMS-t, arra nem jön válasz, és akkor azt mondjuk, kap be. És nem is mentél aztán? Semmi. Kidőlte? Nem tudtál írni. Megváraszt téged. Igen. Úgyhogy kettesben maradtunk, és szépen elindultunk át a kis parkba, aminek az a érdekes. Egymást biltonggal kínálgatva. Hát egy zacskó biltongot elvittünk magunkkal, át lehet menni itt hátul a szállodába, ki se kell menni az utcán, bemész a parkba, és maga a csoda. Tehát vízesés, így kezdődik. Ez döbbenetes. Ez itt van az utca másik oldalán. Ez hihetetlen. Ez ilyen arborétum, igen. Igen. Mondom, mi 5 órán keresztül mentünk, úgyhogy nem jártunk be mindent, és a legnagyobb vonzerő abban, hogy a plakáton rajta van hipopotámusz. Nem mondom. Itt ez hipopotámusz park, érted? Atya úr. Mondom, ki se kell mennem. Egy brachiosaurusnak jobban örültem. Az nem volt egyébként, de olyan növények viszont vannak, amik már akkor is éltek, amikor a brachiosaurusok jól voltak, és mondom, fotózok nektek, érted? Végre vízilovak. Tört kis füle kiáll a vízből, milyen cuki lesz, odafekszem elé, vagy valami lesz majd.
nyilván kommunikálunk, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a krokodil folyó folyik keresztül. Igen. Rajta. Miről kaphatta a nevét, ugye? Ezt ugye? Mondtam én is. Hogy ez hajó, látszott az ember fejé. Jól hallgass meg, mert ez is azon dél-afrikai különlegességek közé tartozik, amit mi nem fogunk rá. Igen, mert nem lesz rá időnk, úgyhogy nagyon figyeljél. Viszont minden nagyobb rakterő, illetve kisebb rakterő busszal találkozni fogunk. Az biztos, ami biztos. Na, itt odaadom a képeket, aztán föltesszük majd a internetre. Úgy menő. Az nyit, az a kaktusz nyit, a kaktusz fa tulajdonképpen. Ha nem mondod. Hát nem neked, te hülye. De nem akárnak, akik nem látják. Ja, ugye, majd mi föltesszük a netre, átküldöm a Vikinek, és akkor ő fölteszi a kis képeinket, szépen lapozzad, és akkor ott vannak állatok, meg minden, és gyönyörűen végig lehet mászni. Most természetesen mi nem vittünk magunkkal semmiféle élelmiszert, meg vizét, hát mondom, átmegyünk ide túrázni, és van egy olyan rész, amikor le tudsz menni a folyópartra, nagyon szépen kiépített mindenütt, kivéve ezt. Tehát ez ilyen klasszik túra, mászkálsz a sziklákon, akármicsoda, és miután 2 óráig mész a folyóparton, vannak okos kis táblácskák, amik elmondják, hogy ezek micsodák, milyen növények, milyen állatokkal találkozhat, és van még egy csomó... Zó csemegével. Itt tette a csillit. Igen. Azt, hogy, és hogy mire kell odafigyelned, és miután 2 órát mész a folyóparton, úgyhogy nincs rád semmi, következő felirat. Fogad, no water, no life. Érted? Úgy, hogy a 40 fokban hogy gyalogolsz, már 2 órája egy kortyvíz nem volt nálunk, és akkor ez a felirat fogad nagyon aranyosan, de aztán találtunk a vízvételi lehetőséget. Figyeljetek, nagyon szép. Szép kis park, igen, mi nagyon is hallottuk, szép. Illetve láttuk a prospektusban, én eltettem, hogy otthon meg tudjam még ezt nézni majd, hogy milyen lehetett ez a park itt 5 perce mellettünk, mert prospektusból se rossz látni egyébként. Láttad a vízilovakat, voltak? Ja, hát ezt akarom mondani, hogy miután körbejártuk a parkot, és a térképen olyan viszonylag hülyén van föltüntetve, hogy hol vannak a vízilovak, mert rajta van az összes út, és itt a sarokban van egy nagy vízilókép, ami rajzos. Na most onnan gyanús lehetett a dolog, hogy a hátulján vannak igazi fényképek, hogy miket látsz a parkban, egy rohadt víziló nincs rajta. Tehát itt már a víz alatt volt, tehát sokat tudnak. Nem, a következő van, megkérdeztük a helyi erőt, miután 5 órát mentünk a vízilókép, hogy ne haragudjon, 2 dolgot keresünk, krokodil és víziló. A csávó el... Jabu, where is the hippopotamus? Így kezdtük, így van, Jabu, where is the hippopotamus? End krokodil. End krokodil. Ezt is mondtuk ékes angolsággal. Elkezdte csapkodni a térdét a delikvens, és mondta, hogy van. Hogy hülye magyar. Igen, hülye magyar, de hogy nem gondoljuk mi, hogy bejön a városban nappal a krokodil. Azok este mozognak. Hát ilyen, éjszaka. Szórakozna, mert éjszaka nem mehetsz át a parkba, mert le van zárva. De akkor mozognak. Tehát mikor látsz krokodil? Soha a vidős életben. Amikor mi megérkezünk. Soha az életben. Körülbelül. Na jó, akkor pont. Akkor ez a park is megvan. Nem? Jó van. Fák, virágok. Akkor inkább fővárosi állat is növényekkel. Van egy csomó. Tényleg nem találkoztatok, nem volt valahol egy irodrábír office, Zoltán hanga. Igen. Szerintem itt van neki egy kihelyezettje. Úgyhogy nagyon-nagyon szép a helyzet, vagy ez a park. Ennyit néztünk meg. Jó, figyelj, én szeretem, hogy te már program első nap, itt rádió, nagyon ma este program, ma már megint program, figyelj, itt be van osztva minden nap neked, hát egyébként megörülnétek 10 után. Jövő héten akkor már nem ezt a szót fogja használni, hogy szeretem, hogy te mindenféle programok. Rohadtul utállak. Rohadtul utállak, hogy láttad a Viktória vízesést, elmentél Fokvárosba cápákkal merülni, megjártad a Grand Canyont, annyira unatkoztál. Mikor értetek vissza? Kérlek szépen, megmondom neked őszintén, 3:42-kor még ittunk egy pálinkát. Így van. Akkor a sofőrötöknek üzenném, ha még egyszer dudál, amikor bekanyarodik az udvarra, akkor letöröm a kezét. Nem azért dudál, hanem hogy a Szöges Zsoltot húzzák, mert ő nem lassít. Ja, és egyébként ezeket a kis tüskéket, amik kiállnak a szálloda előtt, azokat húzzák le, mert ő átmegy rajta. Ezt azért mondjuk el, hogy ha nem is szöges drót, de olyan kis tüskék vannak itt keresztben minden egyes sorompó alatt. Igen, nem jó átmenni. Amiken rajta. Egyszerűen nem képtelenség átmenni, úgy néz ki, mint egy velociraptornak a karmai lennének, mondjuk 20 velociraptornak a karmai lennének, így egymás mellé téve. Tehát amikor a sorompó le van zárva, akkor ezek a kis fémkarmok kiállnak. Kiállnak szépen az ajzatból. Nincs kedved berongyolni a szállodába egy autóval, hogy beraboljál valamit, mert hogy abban a pillanatban... Elkedvetlenedsz valami. Igen. De ezt egyébként mi nem dudáltunk. De nem mi voltunk. Ti voltatok? Hánykor? 3:12 körül? Nem. Én azt mondja, csendesen érkeztünk kulturáltan. Éjfélig fönn voltam, addig olvasgattam, és 11:30 és éjfél között valaki egy komoly dudaszóval érkezett. Nem dudáltunk. Én dobáltam kővel az ablakodat, de akkor ezek szerint nem a tiéd volt. Akkor már aludtam. Az nem érdekes. Igen, makadám dióval. Amit én szedtem neked. Foggal, igen, és makadámia kövekkel.
A biztonságra visszatérve egyébként a karmokra, az azért megdöbbentő, hogy a plázában az összes bankba úgy tudsz bemenni, hogy két ajtón keresztül. Bizonyán. Tehát, hogy valami azért csak van benne, gyerekek, hogy itt. Mert aztán, ahogy vége volt a parkos sétánknak, mi fölmentünk a másik pláza felé, mert kerestünk egy utazási ügynököt, aki elvitt majd bennünket különböző helyekre, és az már egészen ott kint van a város szélén. Mondott jókat? Nem, mert nem találtuk meg, tehát konkrétan nincs, az állítólag egy másik vagy egy harmadik plázában van, mert annyi van, és onnan gyalog jöttünk vissza ilyen mindenféle izgalmas területeken a helyiek között, és akkor így belém illalt az, amit mondtatok, hogy ne menjünk egyedül. Mondtatok, este már nem jó, de ezt mondják egyébként a stábból is a dél-afrikai, hogy este ne nagyon. De halálkedves volt mindenki. Halálosan kedvesek, de kézzel azt mondtam, ugye, hogy ők úgy rabolnak, hogy egyébként közben végigmosolják az egész. Igen. Hiszen, úgy más az. Hiszen számukra ez rutin. Igen, hirtelen már négyen vannak körülötted, nagyon kedvesek, nagyon mosolyognak, és nem érted, hogy hol van az a pont, ahol átmegy az egész rablásba, de hogy közben egyébként átmegy. Tehát este azért vegyetek vissza a kalandvágyból, ne nagyon bolyongjatok. Vagy jó, ne a Vikit vidd magaddal, mert ő nem a Viki akkor még van. Szerintem a Viki akkor még aludt. Ja, jó van, mert hogy zsűre nem fanyolodik rá szerintem itt a környéken senki. Csak talán néhány magányos zsanuária. Szóval bolyongjatok este nem a melegem. Itt ez egy jobb rész, ahol vagyunk, de hogy tud meleg lenni hirtelen. Ugye hát nyilván szegénység van, nekik mi vagyunk a gazdag fehérek, ők így hívnak minket, hogy a gazdag fehérek, nálunk biztos nagyon sok minden van, még ha nincs is nálad semmi, egy telefon, pár kis apró, meg bármi, ez nekik már nagyon sok, úgyhogy este ne kolbászoljatok. Igen, mondjuk engem csórófehérnek hívnak. Tehát, a gazdag fehérek is, amikor kettem, mind a két formában előfordul, de egyébként. Igen, és én mindig nagyon mutogatok rá, hogy őt. Igen, őt vigyétek. Igen, a kicsit vigyétek, mert ő könnyebb. Őt vigyétek. Na mindegy, szóval jó volt ez. Jó volt, mondanám, hogy ráérő szabadidőtökben súsanjatok át, mert így sértéstek meg mindenkit. Igen, de nem akarom. Visszajövünk már egy pár év múlva. Igen, visszajövünk. Aki tudja, milyen Dél-Afrika mesélje el, mi ezt a jelmondatot használjuk. Én ezt mondom bárkinek, aki bármit látott, mondja el nekem, hogy én is láthassak belőle bármit. Na, jól van, elindítjuk a ma reggelt, jó? Ahogy látom egyébként Magyarországon, csak hogy segítsünk azoknak, akik ébredeznek. Ma kedv van. Igen, Magyarországon ma kedv van és 6 óra 25. Az időjárásról akarok csak néhány mondatot mondani, marad-e az indián nyár, a vénasszonyok nyere, ami száraz és meleg. Budapesten zápor van jelen pillanatban, legalábbis a kis telefonom ezt jelzi. A többi nagyváros nem látom, viszont 21, 23, 24 fok egészen jövő hét keddig, igazi indián nyár. Reggel hűvös, klasszikus, így van. Ugye indián nyár 10-12 fok, és utána Budapesten és nagyvárosokban országszerte mindenhol jó idő, napsütés, kevés felhő, és hát nagyjából szeptember elejé időjárás, 23-26 fok. Gyerekek, az fantasztikus. Hát itt viszont egyszerűen ugye két évszakon azért azt mondjuk el, hogy gyakorlatilag a télre és a nyára is készülni kell. Mi például tegnap, amikor beálltunk, este felé ugye a munkánkat végeztük, akkor gyakorlatilag megfagytunk. Fú, nagyon, ilyen csontig hatoló, igazán brutálisan, valamilyen ilyen nedves hideg van, ami tényleg nagyon fura, nappal 38 fok, tehát iszonyatosan két arca van az időjárásnak, este pedig ez hihetetlen. Hihetetlen hideg egyébként. Nekem hősugárzóztak a lábamat, hogy tudjon hajolni a térdem. Komolyan, rettenetes hideg volt ki. Igen, tényleg nagyon-nagyon hideg. És volt kint hősugárzó pont erre az alkalomra. Így van. Vagy ráterítettek ennyi zét egy oroszlánt. Mennyire volt hősugárzó? Igen, nem, úgy volt, hogy másfél órán keresztül Balázsnak a lábait melegítették, aztán mondta, hogy már izzad, inkább adják oda nekem. Igen, meg rajtam is. Kettő percet kaptam. Meg rajtam két zokni volt, és két keszű is hegyvidék. És én mindig készülök. Na nézzük, mit írnak a mi hallgatóink korra reggel, akik velünk ébrednek, és nem tudnak aludni. Azt mondja, hogy jó nyaralás, srácok. Jó, ezt magunkra se vettük. Igen, köszönjük én szépen. Köszönöm. Jó, igen, köszönöm. Ez Feri és a stábunk köszöni. Mi egy picit ezt rossz érzéssel olvassuk. Van egy baleset a Kerepesin az Őrsnél, ezt Norbi küldte nekünk, és azt mondja még nekünk Manó, hogy dugó várható, mert hogy igen, ő is csak ennyit ír, hogy az Őrsvezértérnél karambolt történt, aki arra megy egy kicsit, induljon arrébb. Már 4 órakor volt egy pihenőnél, méghozzá az M3-os Gelei pihenőnél kamera rendőrautóból, úgyhogy arra is figyeljetek, valamint 51-esen Dunavarsánynál a körforgalom ideiglenesen átadva. Nincs 20 perc várakozás az átjutáshoz, mondjátok be, mert júniustól októberig itt állunk állandóan, és most örülünk. Hoppá! Átadtak egy körforgalmat. Na, végre. Még nem a 10-esen, hanem az 51-esen, de abszolút. Abszolút örülünk, úgyhogy ha valaki ott könnyebben tud átjutni, az mindenféleképpen jó. Fehérváron korom sötétség van, ez Béla küldte nekünk. Miért kapcsolják le a közvilágítást, hogy izgi legyen vezetni lakott területen? Ezt meg Riseli ő kérdezi, valószínű ugyanazzal a problémával küzdve. Tényleg, ezt én is észrevettem, hogy nagyon hamar kapcsolják a közvilágítást. Spórolás? Hát szerintem
az nem úgy működik, hogy amikor világos van, tehát abban nincs egy ilyen érzékelő? Vagy az időre kapcsolják? Hát tehát akkor ezek szerint időre. Lehet, hogy az időre kapcsolják, igen. Igen. Na mindegy. Hogy állunk játékkal? 1-0. Hát 1-0, megnyitottuk a dél-afrikai szezont. De micsoda játék. Hogy nem is emlékszem. Igen, de jó voltál, azt akartam csak mondani. Nagyon jó voltál, nyergelik már a zsiráfot. Tényleg itt most arra kell ülnöd. Igen, igen, itt most, most szamár, zsiráf, ló, egyelőre még a szamárra fölültem. A szamár mellett álltam tegnap, de fölültem a szamára. Jó, de itt a másik két srác is egyébként szívesen. Persze, persze. Ülnek bármire, úgyhogy hagyjátszanak ők is. Jó, Ákostól meghallgatjuk, hogy mi a helyzet Magyarországon, mármint ami a híreket illeti. Reméljük lesz dél-afrikai időjárás is. És aztán jövünk, jó? SMS-be lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Másfél hónapon keresztül. Élőben. Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 6:49 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vajon mit mond itt? A Rádió Tituá. A Rádió Tituá. Hogy annak van-e valami köze ahhoz a nyelvhez, amit... valamelyik országban beszélnek Afrikában, nem? Mert nem vagyok benne biztos, hogy bármire is emlékszik még, hogy drága pákunk. Itt vagyunk, drága Morning Show hallgatók, Trafi mezőberény Debrecen felüli részén, méghozzá belterületen, ezt Tamás küldte nekünk. Aztán Érsekvadkert és Rétság között a 22-es út több mint egy hete szakaszokban föl van marva, és azóta semmi nem történt, meddig lesz ez így. De ezt Bafó küldte nekünk, valamint Sanya jelzi, hogy az Őrsvezér téren minden rendben van, jól lehet haladni. Sok sikert Afrikában, ezt Sanya küldte nekünk, tehát az Őrsvezér téren volt ugyan baleset, de lehúzták, arrébb húzták az autókat, és az megoldódott. Miért van az, hogy szlovák rendszámú autók száguldozhatnak az M1-es autópályán, írja Zsolesz? Hát ezt nem tőlünk kellene megkérdezni, mi is valószínűleg száguldozunk más autópályán, nem? Szlovákiában. Szlovákiában, aha, igen. Egyszer száguldoztam Szlovákiában, 60 helyet volt egy lezárt szakasz az autópályán, 60 helyet, azt hiszem 72-vel, és emberünk megállít, kis buszba beülsz, cash a helyszínen. Mondtam, hogy azért papírt adjál róla, mert mégis csak egyébként meg nincs nálam pénz, tudok kártyával fizetni. Darabig ült az emberünk, aztán mondta, hogy jó van, menjél. És elengedett? Aha, meg a mászlénak volt. A szerbek azok ennél durvában csinálják. Ők elveszik az útlevelet is, és mondják, hogy vagy fizetsz, vagy addig itt állsz. Na, ezért kell átszázni magad. Amikor mi például Zovikon voltunk, Ozónak hívtam, de még Skodával mentünk, hogy begyűjjük. Egy durva vezetünk, ugye? Már ami a fekete-fehér, igen, nem játékot illeti, és megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Maoni! Tücsi vagyok. Baoni! Jabu! Tücsi, mondjuk a kamukat, amiket tudunk, tudod, semminek semmi értelme. Tücsi, oroszlányból azt mondtad, jól értettem? Így van, oroszlányból beszélek. Egyébként Kömlődön dolgozom, de most összecsap Kömlőd Afrikával. Kömlőd kék sarok, Afrika, piros sarok. Igen, Kömlőd, Kéksarok, Dél-Afrika, Pirossarok, nagyon jó, nagyon jó. Na, és mit dolgozol egyébként? Középsúlyos fogyatékos gyerekekkel dolgozom. Na, az milyen szép nagyon hivatás. Szép hivatás. Nagyon szép hivatás, igen. Kivel szeretnél játszani, Tücsi? Janival. Jaj, de cukker vagy, persze. Jó, azt mondja, hogy 1-0 ide, nem akarlak sokkolni, csak mondom. Jó, indítjuk az órát, figyeljetek, 3-2-1, és tessék! Na. Szeretnél kérdezni, János? Készültek kérdésekkel? Bocs, hogy a szabad vártam. Mondjad? Kérdeztem volna, hogy szeretnél kérdezni? Szeretnék. Hát szeretnék, persze, de kérdezhetsz te is. Arra gondoltam... Veled mi történt mostanában? Arra gondoltam, hogy Virág és Mónika volt-e már ilyen hosszú időn keresztül tőle távol, és ezt hogy bírják? Kevés időt töltünk utazással, akkor pedig inkább az ország területén belül mozgunk. De, ahogy mondtam az előbb, voltunk már például Zovikon is. Tudod, hol van Zovik? Tudod, melyik országban? Hallottam már róla egyébként, de... Na, mi a magyar neve? Bozó. Baktíros. És hogy? Beszéltél már velük telefonon? Persze, nagyon sokat, természetesen így.
Köszönöm szépen. Nagy, jössz szívesen. Hát figyelj, kerülgetünk egymást, kerülgetünk, de igazából nem bírtunk. Szép nem bírtuk a másikat. Hát az elejét nem értettem, hogy ki kérdez mit. Aha, igen. Hát a távolság miatt. Megnyertem. Igen, ő ugye azt kérdezte, hogy voltál-e már ilyen távol a családodtól, amire te elmondtad, hogy sokat szoktatok kirándulni együtt. Igen, ez egy érdekes. Igen, ez egy érdekes beszélgetés. Azért érdekes, szerettem. Mert hogy te oroszlány vagy, de én valójában így beszélgetek a helyiekkel is. Ők mondanak valamit, én is mondok rá valamit, és igen. A két dolog sokszor köszönő viszonyban nincsen egymással. Évek ezt végighallgatni, és mondom, hogy nem, ez volt a kérdés. Így van, nem. Egy harmadik dolog a megoldás, ez pedig ő tudja, baj. Tücsi, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Megvan a 25 éves fiamnak Hollandiába az ajándék, akivel első alkalommal nem tudok személyesen találkozni, mert nincs velem, úgyhogy ez szívfájdalom, de ezzel szerintem dobok rajta neki egyet a napon. Gyerekek, te ott mi Dél-Afrikában, a fiat Hollandiában, komolyan mondom, nemzetközi. Nemzetköziek vagyunk, lefedjük az egész planétát. Jó, ügyi vagy, megérdemled, küldjük neked, jó? Imádlak benneteket, srácok, minden jót kívánok. Akkor kömlöd, Afrika, kék, fölemelve. Így van. Én lesújtottan a piros sarokba vonultunk. Kicsit ünnepelteted magad, de ez nagyon jó. De jó volt van. Olyan rukán adott rá lehetőség ennyi, tehát így négy szem közt, tudod. Abszolút, igen. Csak így négy szem közt, ezt így kell csinálni. Köszi a játékot. Ne fogtok meghalni mindenki, hala jön. Igen, azt mondod? Így van. Azt mondod? Munkásságban. Így van, köszi a játékot! Szevasztok, sziasztok! Köszi, ciao! Hello! Na jól van. Hát egy-egy. Jó, az még hét eleje van, meg betudjuk itt az afrikai légnyomásnak. Nincs ezzel baj, gyerekek, belefér. Pedig majdnem beúszott a csőbe, mert bedobta az itteni kedvenc témámat, az ingyenes internetes applikációkat, amikkel lehet a családunkkal kommunikálni. Vagy nem sokért sem. Nincs internet, akkor ott a Bali telefonja. Így van, amit se rossz egyébként. Nem látod véletlen a telefonod? Nem, és mi van a kezedben? Ben sem. És a másikban abban sincs. Egyszerre megmutattam mind a kettőt, azt nem. Na, jövünk a hírek után, egy nagyon érdekes témával folytatjuk, mert hogy órákig nem szállhattak le az utasok egy Brüsszelből New Yorkba érkező repülőgépről szombaton, mert a fedélzeten egy libériai férfi és lánya ebola gyanús tüneteket mutatott. A dolog egyébként megrázó, és ott volt egy magyar nő is a fedélzeten, aki beszámolt egy internetes portálnak, és előkerítettük mi is, hogy mondja el, hogy mi történik ilyenkor, amikor maszkos, kesztyűs emberek lepik el a repülőt, és hány órán keresztül kellett válni, mennyire volt ijesztő, mit csináltak az ebola gyanús emberekkel, hogy vitték el őket, és mi történt az út alatt, és a landolás után, úgyhogy őt hívjuk majd, és őt faggatjuk. Maga a történet az elég megrázó egyébként, hogy már úgy beszélgetünk az eboláról, hogy már bárhol föltűnhet. Meg ott ülni a gépen, képzeld, amikor jönnek a maszkosok, hogy mire gondolsz? És igen. Egyszer csak valaki érti, jönnek, értem, jönnek, nem, értem, nem, igen. Tovább ment, jó, ide jó, kiszedett valakit, akkor már én is ebolás vagyok, ha egy gépen ülök vele. Igen, érdekes, kemény. Érdekes és izgalmas a dolog, úgyhogy felhívjuk Anna Marit, aki ott volt ezen a gépen, és megkérdezzük, hogy mi történt. 4 perc van pontosan 7 óra, vele folytatjuk a hírek után. A Klassz FM-en a távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 7 óra múlt, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek itt Dél-Afrikában és Magyarországon is. Bawoni, drága! És a Kárpát-medencé kívüli! Nem jó. Nyomom. És az öreg kontinense kívüli! A nagy tengeren túl! Más kontineseken is! Más bolygókon! Csak mondom, hogy a mellettünk lévő szobában aludnának, hogy ne örüljön. Hát azok már régen nem szegények. Ugye, azok eljöttek ide, gondolod, de befizetnek. Halló! Elnézést! Bocsánat! Befizetnének egy szafarira, aludnának, érted? 7 óra 10-kor azt hallják, hogy a mellettük lévő szobában 3 ember őrjön. Nem értik, hogy ezek mit csinálnak. Fogalmuk nincs, hogy egy magyarországi rádió reggeli műsort készítenek. Ez Dél-Afrika. Ez Dél-Afrika. Érted. Ez kemény videó. Pesgés, pörgés, forgás. Egyébként ezek 5:30-tól reggeliznek. Nem hiszed el? Nem szórakoznak. Hétkor Városi menni kell. Így van. Megvan beszélve. Hétre álljál ott. Jön a zsiráf, 8-kor jön az elefánt. Ha nem látod, lemaradsz. Úgyhogy ezért, hogy mindig a rántottam már 8-ra. Egyébként meg nem csak miattunk nem tudnak aludni,
hanem a kinti hangok miatt is mutatunk neked. Rögzítettetek? Tényleg? Na, mit rögzítettetek? Tudom. Tudod mi ez? Igen. A puty-puty, micsoda? Először azt hittük, hogy Gyulának a telefonja. Én is ezt a Gyulát megkérdeztem, mm-hmm. amikor mentünk ki, hogy mi ez Gyula? Te nyomj, vedd már fel azt a rohadt Skype-ot, vagy nem, de megdörlök ettől a hangtól. Igen, válaszoljál már, bárki is hív, igen. A bejárat melletti kis tó lakóit halljuk. Igen. A békák. És van egy, aztán kettő. Egy puty-puty. Szerintem jelen. Nagyon jó. Én ha tegnap hajnalban már meg akartam őket ölni konkrétan, de hogy nem hagyja abba. Az a jó, hogy pont párzási időszakban jöttünk, most összeboronálják el az idősebb békák a fiatalabb békákat, 2-3 hét múlva már párzás lesz, 4 hét múlva pedig kikelnek, 5 hét múlva még mindig itt leszünk, és erre fogunk kelni, feküdni. Igen, ezek nem hagyják abba. Milyen jó lesz. Mérgezzük meg őket valamivel. Hogy örülnének is. Igen, tényleg elnézést az állatvédők nevében. Imádom az állatokat, én nagyon szeretem, ha egyetlen egy esetben nem tudom őket tolerálni, ha zavarják az alvást. Tényleg, tehát ha bejönnek az intim szférámba, azt nem bírom. Tehát tőlem lehet kecsege, tőlem adhat hangot, repülhet, csíphet, nem érdekel. Ha nem tudok miatta aludni, azt nehezen tolerálom. Na most ez, amit te rögzítettél, ez egyébként pont az én ablakom alatt van, úgyhogy ma biztos bedobok egy kézigránátot a tóba. Igen, vagy... mindig van nálad. Mindig van nálam kettő, de hogy ezek hajnali ne. 4 órakor ugyanígy kvarcsognak, ha te ablakod alatt lenne, már kihullott volna a maradék hajad is. Igen, ne csináld azt, hogy kérd meg Gyulát, hogy műsor után ugorjon bele egy segges. Igen. Na, nézzük akkor az SMS-eket, mi helyzet az utakon. Nagyon sok SMS-t kaptunk, úgyhogy már is mondom, azt mondja, hogy Sásdon most álltak ki a szervek, ezt Gyuri küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán trafi van az M3-ason a 203-as kilométernél Budapest felé, ezt Bazsi küldte nekünk. Budakeszi úton lassú a haladás, nejem szerint a nő az a férfié, azért a férfié, csak nem így írta is, mindegy, aki megműveli. Oké, köszönjük szépen, aztán az M6-oson megyünk Pécsre, sietnénk. Valamilyen útinfotok van, köszi. Hát innen mi csak tényleg az SMS-ekre tudunk hagyatkozni, mondjuk otthon ennyi. Is. Egyébként otthon sem látjuk az M6-ost, de egyelőre semmilyen trafit, semmilyen balesetet nem látunk, úgyhogy lehet haladni. Az 51-es főúton az új körforgalom a Dunavarsánynál kamion az indokolatlanul mély árokban, ha ott menteni kezdenek, fél évre megint lezárják a kereszteződést. Nálatok mennyi az idő, kérdezi valaki, ugyanúgy 4:08 lesz pontosan 2 perc múlva. Tehát pontosan. Nincs időeltolódás, majd amikor ti állítotok, akkor itt lesz. De addig abszolút együtt haladunk. Mezőberény Debrecen felül részén van egy trafi, ez egyébként tegnap is volt, Tamás elküldte nekünk. Valamint csak jelezném, hogy az Őrsvezér téren már minden rendben van, igen, ezt sokan kérdezték, hogy lehet-e arra menni, mert hogy mondtuk, hogy baleset van, de lehet. Lehúzták az autókat, oldalt állnak, úgyhogy minden a legnagyobb rendben az Őrsvezér téren. Na, egy érdekes történet, és abból a szempontból érdekes leginkább, hogy magyar szemtanúja is van, mert hogy Brüsszelből Newarkba érkező repülőgépről szombaton órákig nem szállhattak le az utasok. Egy libériai férfi és lánya ebola gyanús tüneteket mutatott. Ami azért érdekes, mert ha egy repülőn valaki elhányja magát, vagy rosszul van, vagy lázas, nem biztos, hogy erre gondoltál sok-sok éven keresztül, ma pedig, ha lázat hallasz, akkor ez olyan szinten beitta magát a köztudatba, hogy bárki, aki a repülőn bárhol egy nemzetközi járaton lázas, arra gondolsz, hogy ebola, hogy mennyire durva, nem? Bizonyám, még azt mondtad, hogy hát rosszul van a repüléstől, itt az acskó, drága utas, vedd be ezt a pirulát, azt jó lesz. Egyébként már a johannesburgi reptélen is szkenneltek bennünket, nem tudom, hogy ti ezt észrevettétek-e, ahogy szálltunk fel a kisgépre a becsekkolásnál, veled szemben van egy infrakamera, és ott láttuk négyünket, ahogy álltunk a gép beszállójánál, írja, hogy vedd le a szemüvegedet, mert azt nem tudom szkennelni, és egy hőtérképet rajzol rólad, és azonnal kiszednek, hogy halázas vagy. Tehát már ott is megvan ez. Azért érdekes, hogyha Johannesburgban van, akkor honnan szálltak ők föl? A New Yorkból? Nem, Newarkba mentek, azt hiszem Brüsszelből. Vagy Brüsszel, tehát Brüsszelben nincs ilyen szkenner. Lehet, hogy nem. Átmentek. Lehet, érdekes, hogy nem volt, igen. Érdekes. Brüsszelből Newarkba érkező repülőgépről. Na, és utazott velük egy magyar lány is, Anna Mari, akinek hosszú-hosszú gyomozás után sikerült megszereznünk a számát, úgyhogy hívjuk, és megpróbáljuk adásba tenni, jó? Mire gondolnál? Mit csinálnál egyébként, ha egy ilyen sztoriban lennél? Ülsz a gépen, és megjönnek a maszkos emberek. Ha? Iszonyat pánik. Hogy merik, hogy leteszik a gépet, te szólsz, hogy az utas melletted mondjuk lázas, leadod a pilótának a jelzést, illetve a Stuvinak, Stuvi szól a pilótának, és abban a pillanatban nem lehet arra gondolni, hogy influenza, bármi, azonnal maszkos emberek lepik el a gépet, és azt mondják, hogy karantén, senki sebe, sehova, maszkos kesztyűs emberek megérkeznek, elküldik az utas, mert nyilván ugye
ha te mondjuk Európából mész, európai útlevéllel nem gondolnak ebolára. Itt arról volt, hogy libériai férfi, aha, tehát gondolom azért itt szűkítették ugye a lehetőséget. Hogy ez nem influenza. Igen, akkor ez nem biztos, hogy influenza. Ugye hát nyilván az útlevél alapján tudják, hogy az illető honnan jött, hol száll át, hova utazik. Tehát, hogy mondjuk nem hiszem, hogy egy moszkvai lakost, aki Brüsszelből megy mondjuk New Yorkba, az azonnal lázzal, mondjuk ebola gyanúval karanténba teszi. Szerintem most igen. Még akkor is, ha Moszkvából jössz, ha bárhonnan, ahol nincs, Budapesten is van állítólag most ember, akit megfigyelnek ebola gyanúval. Tehát, ha te egy budapesti gépre felszállsz, akkor ugyanúgy benne van a pakliban, hogy te is ebolás vagy. Aha. Tehát szerintem most, ha bármilyen olyan jel van, hányás van, láz van egy repülőgépen, akkor tuti, hogy ők fognak. Gyerekek, a maszkos emberek. Én inkább letagadom. Bármi. Jól vagyok. Júj, de jól vagyok. Gondolod, de az utas, aki mellette ül, nem? Ugye, hogy ez így jelen pillanatban nem fertőz, tehát úgy nem azt mondják legalábbis, hogy melletted ül, de akkor is hát képzeld el, hogy ott vagy bezárva egy repülőgépben, ott áll mellette, hogy ott ül mellett egy ember, és hát mondják, hogy valószínűleg ebolás. Na most ebolás van, lehet fertőzéssel? Terjed, vagy nem terjed? Tehát nyálban van ebola? Van ebola. Így, hogy beszélgetünk, így nem kapod el. Tehát testváladék, vér. Na, tüsszent egyet az emberünk. Láttál már ilyen felvételt, amiben belassítottak tüsszentést, jön ki a nyálcsepp a szádon. Az bekerül a repülőgépnek a légkondi rendszerébe, hát ott szerintem ember nincs, aki ezt nem úszta. Igen. Kemény a helyzet. Na, megkérdezzük azt a leányzót, aki ott volt ezen a gépen, és ő is repült. Anna-Mari, jó reggelt kívánunk neked, hello! Jó reggelt! Jó reggelt, Anna-Mari, te most jelen pillanatban éppen hol vagy? Mert láttam, hogy honnan hova repültél, de most éppen hol tartózkodsz? Most éppen Princetonban, az USA-ban. Az USA-ban vagy éppen. Na, hogy történt a dolog? Kezdjük az elején, hogy felszálltatok a gépre Brüsszelben, ugye? Jól mondom. Mikor vettétek észre, hogy valami nem stimmel? Igen? Hát nem mi vettük észre, hanem körülbelül azt mondhatom, hogy olyan 6 órával később, miután 6 óra eltelt az utazásból, akkor mondták be a repülőgépen, hogy egy úgynevezett medical emergency, vagyis hát egészségügyi szükséghelyzet van a gépen, és arra kérik az utasokat, hogyha van közöttük vagy orvos, vagy nővér, akkor jelentkezzen a légikísérőknél. És nem mondtak más, tehát nem tudtuk végül is, hogy milyen betegségről van szó. Senki nem izgult, mindenki azt hitte, hogy talán valaki félrenyelt, vagy... Igen, vagy konkrétan, bocsánat, hogy közbeszólok, ezt mi is Janival átéltük idefelé, amikor fölültünk honnan is mentünk? München, Johannesburg járatra, egy órája repültünk, amikor bemondta azt, hogy hogyha van önök között orvos, emlékeztem is mondtuk, akkor lehetőleg jöjjön előre, mert a sürgős orvosi segítségre van valakinek szüksége. Ezt bemondták egyébként, aztán az ügy nem folytatódott, de eljátszottunk a gondolattal, Jani, vagy mi történik hátul. Ráadásul ugye a felszállás után néhány perccel. Igen, felszállás után fél órával, igen. Na, tehát bemondták, hogy orvosi segítségre van szükség, igen. Igen, és körülbelül láttuk, hogy akkor egy pár perc múlva két vagy három egyén elkezdett ott mozogni, tehát mentek föl az első osztály felé, de tudtuk, hogy nem gondoltuk, hogy hol van a beteg, nem tudtuk, hogy első osztályon, vagy esetleg a másik részén, de mivel az első osztály felé mentek, ezért azt hittük, hogy valahol az első osztályon történt ez a betegség, tehát hogy ott van ez az utas, és körülbelül, mit mondjak, talán már 20 perccel voltunk a leszállás előtt, amikor arra kért bennünket a pilóta, hogy amint megérkezünk, akkor arra kérnek, hogy senki ne álljon föl, senki ne nyúljon a táskájáért, ne vegyék le a bőröndjüket, mert először le kell, hogy szállítsák a beteg utast. És akkor mindenki nyugodtan ült, amikor megérkeztünk, mert tudtuk, hogy persze akkor szállítani fogják a beteg utast, akár honnan, akár az elsőről, akár a másodikról. És a megérkezés után nem kezdték szállítani az utast, hanem csak vártunk hosszú ideig a Newarki repülőtéren, és még mindenki mondta is hangosan, hallottam az mellettem levő utasokat, hogyha ez egy szükséghelyzet, akkor miért nem jön rögtön a mentő, és miért nem viszik egyből az utast. De sajnos ott vártunk hosszú ideig, hát mint mondjak, legalább egy fél órát, háromnegyed órát, mire... De ekkor még nem sejtettétek, hogy mi történik, ugye? Tehát ekkor még nem volt tiszta, csak vártatok, hogy azt elvigyék azt az embert, aki beteg vagy rosszul lett a gépen. Igen. Nem is merült fel egyikőtökben sem, hogy mi a betegség? Hogy ez esetleg egy fertőző betegség lehet? Nekem beugrott volna, gondolom én. Nem tudom, nekünk nem, legalábbis akik mellettem ültek, és nekem sem. Ezért mindenki nyugodtan ott ült, és amikor
hirtelen két maszkos, beöltözött ember végig szaladt mellettünk, a kb. Két lépésre tőle mentek végig, akkor hát mindenki összenézett, hogy akkor ez elképzelhető, hogy tényleg egy fertőző betegség, és egyből mindenkinek beugrott az ebola. Úgyhogy akkor vártunk, hogy honnan jön majd elő a beteg, és kiderült, hogy a második másodosztályról, tehát onnan, ahonnan a legtöbb ember használja például a WC-t, meg a, tehát hogy mégis akkor ott volt közöttünk az az illető, aki esetleg fertőző betegségben szenved, és utána láttuk egy olyan két perccel később, hogy ez a két maszkos beöltözött ember, akik hát a CDC-nek, tehát a közegészségügyi és járványügyi hivatalnak voltak a vezető, a munkásai, elvittek egy férfit, aki végül is nagyon gyengének látszott, dörzsölgette a szemét, és hát látott rajta, hogy nem nincs jól, de tudott menni rendesen. Úgyhogy ennyi. De akkor ott köztetek átvitték, még mindig ültetek a gépen, és akkor őt leszállították, igen, tehát köztetek igen. Vitték át. Igen, igen. Uh-huh. Tehát végül is ő haladt elől, és mögötte próbáltak, hát mögötte ment a két maszkos ember, igen, igen, pontosan. És akkor miután őt leszállították, utána nem sokkal később, mit mondjak, egy olyan 10 perccel később mindenkit leszállítottak a gépről, de senkinek nem mondták továbbra sem be, hogy akkor most külön kéne, hogy menjünk, vagy szállt, hogy mi lehet a dolog. Senkinek nem mondták ezt, úgyhogy az emberek elkezdtek keresztül menni, be kell, hogy mutassák az iratokat a határőrnek, és voltak olyan emberek már az első osztályról, akik keresztül is mentek, mire pár perccel később egy nagyon ideges, hangos hang bemondta, tényleg szinte kiabálva, hogy azok az utasok, akik a 998-as járaton Brüsszelből érkeztek, azonnal menjenek vissza a vonalról, és a határőrök nem szabad, hogy elfogadják a belépési kártyájukat, tehát nem szabad őket átengedni. Úristen, itt valami akció. Ez konkrétan olyan már, mint egy film, amit az ember lát, amikor ugye próbálják lokalizálni, megállítani a terjedést, és a repülőtereken igen, bemutatják. Ugye egy kis piros pöttyökkel megérkezik, átszáll, hogy kezd el terjedni. Ez döbbenetes. Igen, igen, de pontosan ez a furcsa, hogy az ember azt hinné, hogy már, hogyha ez a betegség ennyi ideje tudunk róla, akkor hogyha tényleg ennek a lehetősége fennáll, hogy ennek a betegnek ez a ebola betegsége, akkor nem lett volna szabad bennünket eleve már odaengedni, ahol a többi más járatról lévő utasok is megérkeztek. Tehát úgy egy kicsit olyan fejetlenség volt a repülőtéren, azt mondhatom. Igen, nem tűnik úgy, hogy volt már kidolgozott terv, hogy mi van, ha megérkezik oda egy ilyen. Azt gondolná az ember, hogy ott azért erre egy azonnal lezárni, nem lépni profiban. Profiban csinálják. És akkor várnotok kellett, vagy mindenkit átnéztek egyenként? Megállítottak benneteket a határon, igen? Ó, várnunk kellett, igen. Mondták, hogy hova menjünk. Hát rengeteg ember van a repülőgépen. Először azt mondták nekünk, valamelyik vámörtől azt hallottuk, határőrtől azt hallottuk, hogy 295, de utána azt olvastam, hogy 255 utas volt a repülőgépen. De mindenkit oda csoportosítottak ennél az óriási hodálynál, nem tudom, hogy önök jártak-e ott Newarki repülőtéren, de ott ez egy óriási hely, és az egyik részére az ablakok elé kellett, hogy az utasok leüljenek egy sorban, és elkezdtek kiosztani egy bizonyos papírt, amire fel kellett írni mindenkinek az elérhetőségét, legalább 3 vagy 4 elérhetőséget. Abban az esetben, hogyha ez a betegről kiderül, hogy tényleg ebolás, akkor mindenkit behívtak volna újra, és természetesen akkor ellenőrizték volna, hogy mi nem vagyunk-e fertőzöttek. És akkor elmondták nektek, hogy most kezdjetek lázat mérni, figyeljetek a tüneteket, mik a tünetek, mire kell figyelni? Tehát adott ott arról valaki felvilágosítás, hogy a következő napokban akkor most mit nézzetek saját magatokon? Hát igen, ehhez el kellett, hogy telje legalább 3 óra, mire végül is ezt megkaptuk a legvégén. Egy ilyen nagy sárga lapot kapott mindannyiunk, aminek az egyik felén az van, hogy mit kell tennünk, hogy mivel valószínű, hogy ki voltunk téve egy olyan betegségnek, ami az ebola, és hogy mik a tünetei, mindenképpen kétszer kell a lázunkat mérni, reggel és este,
és a másik, papír, a másik felén a papírnak pedig egy információ van az orvosnak, mert amint ezeket a tüneteket látjuk, akkor az orvoshoz kell fordulni, és az orvosnak ide van írva, hogy ez a beteg, aki jelentkezni fog nálad, az ki volt éve ennek a fertőzésnek, és azonnal cselekedj újra, hogy ilyenkor csinálni kell, úgyhogy... Tehát gyakorlatilag benneteket úgy engedtek el, hogy mindenkinek a lelki ismeretére bízták azt, hogy van egy kis hőemelkedése, megy orvoshoz, nem megy orvoshoz. Ez nem felelőtlenség? Igen. Nem tűnik úgy? Hát annyiban nem tűnik úgy, hogy végül is akkor úgy terjed ez az ebola, hogyha tényleg az ember direkt kontaktusban volt ezzel a fertőzött embernek, vagy a vérével, vagy a nyálával, vagy pedig a vizeletével, úgyhogy azért erre nagyon kicsi az esély végül is. Én arra gondolok, hogy aki legközelebb ült hozzá, annak volt ugye a legnagyobb veszélye abban, hogy ezt megkapja, vagy esetleg annak, aki, hát mondjuk aki használta a mellékhelyiséget akkor, amikor ő még hány. Te méred a lázadat most akkor naponta kétszer? Mérsz lázat? Hát az a helyzet, hogy az elején, tehát első napon mértem, de most hát már eltelt 3 nap, és különben is azt mondták az első év, tehát én szombaton érkeztem meg, és aznap éjfélkor kaptam egy e-mailt ettől a CDC-től, tehát a járványhivataltól, a járványügyi hivataltól, és megmondták, hogy nincs szükség további intézkedésre, mert kiderült erről a betegről, hogy más betegségben szenved, nem pedig ebolában. Tehát végül is nincs szükség arra, hogy ezt megtegyük. Mondjuk, ha mellette ültem volna, azért valószínűleg továbbá is. Igen? Hát igen. Azért valljuk be őszintén, hogy ha New Yorkban így kezelik ilyen kicsit fura módon, kicsit esetlenül, kicsit kezdetegesen ezt a történetet, én azért nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mi lett a protokoll ilyen esetben mondjuk Ferihegyen. Nálunk nagyon sokkal kemény, csak mondom, hogy nálunk nagyon kemény. Igen? Hát most például az összes országba beérkező déli gyümölcsöt megnézik, hogy van-e valami fertőzés rajta. Mindent néznek. Hát azért arra kíváncsi lennék, hogy hogy nézik meg azt a sok ezer tonnát, minden egyes darabját. Ott áll a nébih, és egyesével a papajákat letörölgeti, tudod? Hallod, én már nagyon tele vagyok, öcsém, én másképp mangot nem eszek meg. Figyelj, Anna-Mari, hogy azért ez nyilván ijesztő, azon gondolkozom, hogy az ember ilyenkor a legkisebb tünetre is azt gondolja, hogy Jézusom, kezdek lázasodni, nem? Tehát hogy én tudom, milyen az, amikor az ember úgy figyeli magát, minden pillanatát, minden érzését a saját testében, hogy azt gondolja, hogy na most valami elindult, aztán hál' Isten nem, ugye? Hogy azért ez egy rémisztő dolog. Igen, ez persze, ez így van, igen. Úgyhogy tudom, hogy mik a szimptomák, tehát hogyha nekem is valamelyik elkezdődne, akkor biztos, hogy én is ugyanerre gondolnék. De ugyanakkor tegnap az iskolában, mert én tanító tanár vagyok egyébként, amikor meséltem ezt a kollégának, aki pont mellettem ült az egyik értekezleten, akkor ő teljesen rosszul volt, rám nézett, és mondta, hogy Anna Mária, akkor miért ülsz mellettem, miért jöttél be? Szóval nagyon sok ember nem is arrébb ugranék. Azért én is arrébb ülnék. Igen. Tudom, hogy terjed, hogy nem terjed, tehát most itt ül mellettem, akkor nem, de azért csúnyán néznék a Janira, ha bejelenteni, hogy erre gyanakszik, és... Köhög csak felé egy. Igen. Ha már köhögtem kétszer. Igen, csúnyán néznék rá. Jól van. Anna-Mari, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk. Egyébként, de mit dolgozol, vagy mit csinálsz? Tanárnő, bocsánat, azt elmondtad, igen, csak nem hallottam. Igen. Tanárnő vagyok a New Brunswick-i iskolának az egyik, a New Brunswick-i város egyik iskolájában. 6., 7., 8-osokat tanítok gyógypedagógusként. De klassz. Na, nem ilyen szép hivatásod van. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, most már azt gondolom kevésbé kell talán a nehezét túl vagy, de hát megdöbbentő ez a történet, itt test közelből hallani, hogy azért mennyire közel van ez a dolog, amit mi most egy messzi kontinensnek gondolunk, már azok, akik ott hallgatnak bennünket, mert hogy mi nem gondoljuk annyira most messzi kontinensnek, mert hogy mi meg Afrikában vagyunk jelen pillanatban is. Anna-Mari, köszönjük, vigyázz magadra. Igen, köszönjük, hogy itt voltál. Csáó, köszönjük szépen. Nagyon kemény, ilyenkor tényleg nem tudja eldönteni az ember, hogy most a tájékoztatás, vagy pedig a nem tájékoztatás a jó út. Tehát, azért az profi, hogy egyből ott leszálltak, egyből ott volt, bemondták, jöttek az orvosok. Tehát, hogy azért... Igen, csak nem mondtak nekik az égvilágon semmit. Szerintem a pánik miatt, szerintem nem mondta. Az a protokoll, hogy egyébként nem mondhatnak. Gondolod, de kimondják, hogy maradjon mindenki, hogy ebből a gyanús beteg van. Ez a protokoll szerint nem mondható. Igen, de most gondolj bele a szituációban, meg a helyzetükben, ahogy mi is egyébként azért már agyalgattunk ezen a dolgon, hogy mi van, ha mégis
fertőzött, vagy mondjanak már valamit, csak annyit, annyit hogy ez egy rutinvizsgálat. Bemondott 300 embernek, hogy ebola van, és valaki kap egy pánikrohamot, akkor ott vége. Tehát ott kitör az őrület. A maszkos embereknek a látvány az önmagában már... De akkor még nem volt. Tehát leszállt a gép, azt mondta el ugye Anna-Mari, hogy majdnem egy órát álltak, és nem érkezett oda senki. Ott a kapitánya leszállás után azt mondja, hogy hölgyeim, uraim, egy ebola gyanús ember van a felületen, kirúgják az ajtót. És hogy technikai okokból. Vagy műszaki okokból. Azt mondta, hogy egészségügyi dolog van, és hogy jön nem sokára valaki. Nem mondhatja egészségügyi be. Okokból. Nem mondhatja be az ebolát. Gondolod, de ott vagy 10.000 méter magasan. Most mi csak orvost hívtak a repülőn, és összenéztünk, hogy Jani vagy kezdődik, mint a filmekben. Elnézést, van önök között orvos, mondta be azt, Tyúj, mert jó lenne, ha előre jönne. Tudod, nem megnyugtató 10.000 méter magasan, már arra gondoltunk, hogy hátul tudod, már ölik egymást, mint a Brad Pitt film, hogy mi üldögélünk elől vidáman, hátul meg elég. Ez meg egy orvos, a kapitány úr halat vacsorára. Igen, szóval nem. De jelentkeztél, nem mikor kérték az orvos. Majd én megyek. Én ismerem. Igen, én értek a Heimlich félre műfogáshoz. Bárkit meggyógyít. Arra lenni kíváncsiként, hogy valójában hány országban van már, akik lapítanak, hogy van. Azért ez is egy érdekes. Tud róla a hatóság? Hogy tud róla a hatóság, csak mondjuk azért nem mondják, hogy ne essen pánikba a lakosság, hogy hány országban kezelnek úgy mondjuk ebola gyanús embereket, hogy közben arról senki egy büdös szót nem mond addig, amíg ki nem derül, hogy ne legyen azért túl nagy pánik. Ez biztos, hogy nagy lapítás. Amerikában biztos, hogy nagy lapítás, hogy leszállt az emberünk a gépről, és ugye ő egy héttel később lett rosszul. Na most azt a kapkodást képzeld el a hatóság részéről, hogy egy ember már egy hete otthon van, hogy hány emberrel találkozott addig, mert elment a boltba bevásárolni, bizony, találkozott a szeretteivel, utazott a tömegközlekedésen, mindenkit, utazott, na ott képzeld el, hogy mi van. Nagyon kemény. Mondjuk ez már tényleg a hollywoodi filmeknek a mesdjéje, tehát, hogy ez a illegális munkavállaló volt, az országban tartózkodott, de nem tudott róla senki. Senki, nem volt bejelentett lakcíme, eltűnt. Igen, és egy térkép előtt állnak és nézik, hogy hova tűnhetett. Na jó, hát érdekes volt azért ezt így hallani. 7:30 pontosan 2 perccel Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 3:48 lesz pontosan 1 perc. Szóval hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, trafi van a 47-es főúton a 173-as kilométernél, és még csak Tamás küldte ezt nekünk. Az időjárás felől is tudja, hogy Gödöllőn esik az eső? Hát biztos esik. Igen, ezt most nem tudjuk se igazon, se cáfolni. Valószínűleg jó időt mondtunk, és közben lehet, hogy esik az eső. Igen, Szemerkél egyébként néztük itt-ott. Egy hosszabb megszólalás alatt Ákos, rohanjál már ki Gödöllőre, nézd már meg, hogy mi a pálya. Aztán, igen, hát Budapesten is ilyen 11 fok és ilyen záporszerű kicsit esős, de aztán dél körül már jön a jó idő. Az M7-esen a 189-es kilométernél Budapest felé gumidarabok, óvatosan menjen mindenki, ezt Angéla küldte nekünk. Aztán fontos kérdés, fiúk, jól gondolom, hogy ha ti a délben kiálltok a placra, és a nap felé néztek, akkor ti éjszaknak álltok. Léci, válaszoljatok, mert a haverommal már egy jó ideje erről vitatkozom. Köszi, Fecó. Hát, hogyha délben mondjuk kiáll az ember a napra, akkor ez pont fölötte áll, tehát gyakorlatilag... Hát, hogy a dél, az nálunk éjszaka most, ahol vagyunk. Ez a kérdés. Van ez, hogy a három okos megfigyelni. Délben fölötte. Jó, mondjuk akkor kettőkor, tehát akkor kettőkor kiállunk a napra. Ja, akkor mi nyugatra nézünk? Hogyha délben... Nem délben, mondjuk háromkor nyugszik a nap. Dehogy is, hát. Oké, mondom, ha lemegy a nap 6 órakor, akkor nyugatra nézel, amikor lemegy a nap? Hát igen, hiszen arrafele nyugszik le, tehát bárhol állsz a földgolyón, te a kettőkor, de amikor neked kettő van, akkor te nyugat felé nézel, hiszen... Oké, és ha a nap felé nézel... Keletenkél nyugaton nyugszik. Ha a nap felé nézel, és az fölötted van, és kicsit előtted, mondjuk 1 órakor... Na, kavarsz. Ugye itt a kérdés az volt, hogy ha a nap felé nézünk, akkor mi éjszakra nézünk. Hát persze. Igen, fölfelé nézel. Hát fölfelé. Igen, a föld golyóra, az északi részre nézel. Illetve pontosabban felfelé nézel. De az, hogy mondjuk úgy, hogy éjszakra nézel. Igen. Engem jobban érdekel, hogy milyen távolságban az a mosoda, amit tegnap találtak fel. Gyerekek, az élet praktikus részeit nézel. 2 kilométer. Nem hiszitek el, mióta itt vagyok, próbálom megcsinálni ezt a lefolyós, hogy merre folyik le az a rohadt víz, kinek van eldugulva a mosdója, kinek nem folyik le egyáltalán a víz, ki fogat mosok, és még 4 percig nézem, ami kijött, hogy ott úgy szépen úgy úckált. Nem tudom megnézni ezt a rohadmányos lefolyót. Az egy dugó. Igen, húz ki a dugót. Én kihúzom a dugót, és az mindig visszaesik, mert olyan svunggal mosom a fogam, hogy ez szépen állandó. Ugye csak mondjuk a hallgatóinak úgy kell elképzelni a dél-afrikai mosdót, hogy te bele kell, hogy nyúljál,
fölülről, és egy ilyen nehéz, ilyen dugószerű, ilyen fém valamit kihúzol. Amit nem tudsz kihúzni teljesen, nem, csak így oldalt tenni. Csak így oldalt teszed, nem tudod kihúzni teljesen. Megengeded a vizet, köpsz kettőt, azt szépen visszamegy, és ezt játszod. Na de, ugye, ha déli féltekén vagy, akkor ellentétes irányba úgy megy le a víz. Uh-huh. Megnéztétek? Meg. Én a budin próbáltam. Nekem az első dolgom ez volt, amikor bementem a szobába. Igen, a minibár után. Merre folyik éjszakon? Nálunk az óramutató járásával megegyező, így igen? folyik, itt fordítva. És így folyik? Fordítva folyik, Viki. Hát ez a legnagyobb hazugság, amivel embereket, ezreit hűítik meg, hogy fordítva folyik a víz. Menj, Feri, nézd meg. Hogy bevette, mi? Na, végre leráztuk. Elvileg fordítva kell, hogy folyjon. Tényleg egyébként. Tehát ezt mondják, hogy onnantól, hogy másik féltekény vagy, hogy fordítva folyik le a víz. Kérlek, ennek a egy percben mondd el a magyarázatát. Aha, tehát, hogyha esetleg adott esetben mondjuk valahol elrabolnának, ráhúznának egy csukját a fejemre, mondjuk, mit tudom én, például a közelben a Munkács utca 32 előtt. Meghekerték a stúdió lefolyót. Na, rohadtul nem folyik fordítva. Nálam fordítva folyik. Persze, nálam fordítva folyik. Gyertek föl a negyedikre, jó, itt nem. A negyediken vagy ez a második. Ha, igen, ezt mondom, a legnagyobb kamuja a földrajztanároknak, menj át a déli féltekére, fiam, tanulj sokat, hogy el tudj utazni, és nézd meg, fordítva folyik. Várjál, a fordítva folyik. Akkor itt miért nem folyik fordítva, mert nálam sem folyik. Azért, mert a Zsül eltéríti a testével. A mágneses rezonancia. Meg gondolkodjatok már, most hozzánk képest a második emelet éjszakon van, ahhoz képest pedig a földszín délen. Magas. Rövid magyarázatot kérnék a fordítva folyásra, hogy akkor miért is egyébként? Mi a magyarázat? Hát, mert a pólusok fölcserélődnek itten lent, délen, és a, vagyunk ott meg ott éjszakon, éjszakon vagy hát, ha nem vagy télen, nem lehet éjszakon. Hát érted, a mágneses tér másképp húzza le a vizet. Így van. Na? És akkor itt mi van? Alszik majd a mágneses tér, és hát 8 órától hogy a Zsül leárnyékolja. Mert hogy én megnéztem egyébként, míg megszenvedtem ezzel a dél-afrikai lefolyóval, de rohadtul nem folyik le nálam. Azóta az első 10 percet álltam a szállodai szobában, hogy na mondom most. Problémáid vannak, de hogyha az egyik ilyen probléma fordít a folyás, mindenképpen beszélj az urológushoz. De ne viccelj, hát ezek fontos dolgok. Gyerekkoromban évekig ezt hallgattam, hogy majd, ha egyszer eljutsz, fordítva folyik a víz. Hát most megnéztem. Érdekes, én azt, hogy nem lesz belőled semmi. Na, és? Azt igaza is lett a fatán. Hát és nézd meg, az öregben koragóri volt. Hogy megmondtál? Hogy megmondta már előtt. Semmiféle normális foglalkozásod nem lesz, de hogy ugye? Ugye, hogy emberek ezre itt hűtik. Majd meglátod, megmutatom, én megcsinálom. Majd mindjárt a hírek alatt rendbe teszem a lefolyót, meglátjátok, fordítva fog menni. Nálam fordítva folyik. Na jó, ennyit erről. Ennyit erről. Na, de ezt is megfejtetik többé-kevésbé, nem? Nem. Hát nem, azért most, ha földrajzórán lennék, és én lennék a diák, még lennének további kérdéseim, tehát nem mondom, hogy kielégítő magyarázatot adtunk erre mindenféle szempontból, de megpróbáltuk megfejteni. Igen. De nem. Egyébként nem. Mit nem? Nem, de rendesen fordítva folyik. Ne mondd, hogy nem. Uh-huh. Ne tévesz meg emberek millióit, ott van, akik hallgatnak bennünk. Most akkor most mit csináltál, Budi? Mert ez meg van hekkelve, majd megcsinálom, nyolcskon megcsinálom. Majd belebrúzolom. Na jó van. Azt mondja, hogy megnézzük, hogy ki a játékosunk. Jó, Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Persze, és ide az egyenlítőn, ott merre forogott, csak beesik, nem? Ott igen, ott lefelé semmit nem csinál. Ott semmit nem csinál. Fogad, mosasuk. Ezt hallod állandó, ott nincs forgás. Ott nincs, ott nem is mernek pont az egyenlítőre WC-t építeni. Mert mi van, ha fölfelé jön? Érted? Igen. Mm-hmm. Egyébként azt mondják, hogy ugye a hurikán is más irányba forog, mert hogy a föld forgása okozza tulajdonképpen ezt a kis fizikai törvényszerűséget. De hogyha egyébként a Feri bedob itt egy rozéfröccsöt, akkor az is másképp forog le. Hogy? Igen, másképp megy lefelé. Persze. Én ma a rebarbarás szájvízzel öblögettem, és konkrétan máshogy forgott a számba. Te érezted is? Éreztem a rebarbarát, hogy máshogy jönnek az ízek egyébként. Halló, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Pisti Pincér vagyok. Pisti Pincér? Ez a nevet, hogy Pisti Pincér? Tehát itt mindenki Pisti Pincére, igen. Pisti, hol vagy helyileg? Hello! Igen, vendég, kedves Pincére! Az nagyon jó. Hol vagy helyileg? Vizes Gyarmaton, Békés megyében egy városka. És igazából itt van egy szálloda, és itt van. Köszönjük szépen, a Vizes Gyarmatot még azért be tudjuk. Hazajárok Vizes Gyarmatra. A Feri kicsit mindenhol itthon van már, még lesz a szállt. Kávéra vendégeim vagytok. Jó, figyelj, ne tudd meg, hát lesz a szállt, még a reptérem ott itt már leöltek három gnút, mert tudták, hogy jön a Feri. Tehát, hogy végre jön a barátunk, szeret enni és inni, buli! Ne viccel, hát mert még nem volt az országban, itt már nyársra húzták. Hát biztos egyébként így van.
Oké, Pistikém, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi. Egyébként is örülök, hogy bekerültem, és itt összehívtam itt az összes kollégát, mosogatót, takarítót, szakácsot, recepciós, aztán próbáljuk itt megfejteni a zenét, remélem. Hogy örülhet a szálloda tulajdonosa, hogy most senki nem dolgozik néhány percben, vagy a csönget a recepción. Álló, álló, van itt valaki? Elfogyott a törölköző. Igen, nyomják a csengőt, és senki sehol. Hányan vagytok akkor most, hogy körülbelül ott körülötted? Hát körülbelül egy olyan 10-15-en biztos. Az igen? Az komoly. Lehet osztozkodni. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Jó, rendben. Aha, jó, mindegy, mit csinálnak. Jó, mutatjuk, hogy mit énekelek, figyelj. Jó. Na, jobb. Még egyszer lehet-e? Hogy nem, mutatjuk ugyanezt a részletet még egyszer, figyelj. Gyorsan eldobtad a csajoknak egyébként. Na? Nagy a csend. Semmi? Semmi? Nem tudja senki. Hogyne, csak akkor ki kell, hogy vegyük a bögrét. Jó, nem baj, kivettük a bögrét, figyelj. Figyelj, bögre ugrott. Na. Get lucky, yeah! Egy jó kis Daft Punk. Nagyon recepciós lányok, meg a takarító lányok nagyon jól ordítanak. Így van, megvan az ajándékcsomag. Hát nagyon szépen köszönöm. Gratulálunk. A bögre nélkül kell, hogy küldjük, mert az elején nem ment, jó? Sok szeretnétek a kint Afrikába, aztán vigyázzatok magatokra. Uh-huh. Vigyázzunk, de úgyis mindegy, mert tudod, mit mondott a Pákó. Én meg tudjuk halni mindannyian. Egybizony. Tökettek le, kikasztok. Igen. Köszi a játékot, csáó. Köszönöm szépen a játékot, sziasztok. Sziasztok. Gyerekek, írta az egyik rendező, aki a produkcióban dolgozik, hogy online hallgatja az adást, itt a másik szobában. Korábban takarított az MTA-n. Ne. És fordítva folyik, ugye? És itt most ő letesztelte, neki fordítva folyik. Tessék, mondom, hogy fordítva folyik. Akkor tényleg megvan, hogy kell ez a csap, azt mondja, hogy több vizet kell beleengedni. Sok víz, és bele kell köpni. Vagy valami. Aha, igen. Ez érdekes, ezt nem írta. Nem írta? Dani, köp bele. Sok vizet, húzd ki a dugót, és úgy kell. Igen. Na jól van, drága hallgatók, 8 óra után egy kicsit komolyabb témával folytatjuk újra, ugye hát tulajdonképpen mindenkit érint, vagy hát a legtöbb embert a devizahitel, viszont szerintem még mindig nem tudják sokan, hogy kapnak vissza, mennyit kapnak vissza, mikor kapják vissza, nekik kell keresni a bankot, a bank keresi majd őket, mennyi jár vissza pontosan, bank válogatja, hogy ki mennyit kap vissza, vagy tulajdonképpen mindenkinek az egyéni feltételei alapján ad vissza a bankpénzt, mikor, hogy lehet ez hozzájutni, mit kell ezzel kapcsolatban csinálni. Szerintem nagy a káosz, úgyhogy megpróbálunk egy kicsit segíteni, fölhívunk egy szakértőt, aki elmondja, hogy mit kell nekünk tenni, mi van az élő szerződéssel, mi van a már lezárt szerződésekkel, mi a helyzet a devizahitelekkel, és mikor számíthatnak hallgatóink pénzre. Jó? Úgyhogy ennek próbálunk utána járni, 8 óra után, itt vagyunk a hírek után. Egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 8 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello sziasztok! Feri, hello, jó reggelt! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. És kezdünk egy újabb napot, itt 36 fok lesz ma a csúcshőmérséklet, de halljuk, hogy Magyarországon is jó idő van, vénasszonyok nyara, indián nyár, száraz, meleg, jó, kicsit szemerkél még néhány helyen az eső, ezt látjuk, de jön a jó idő. Ez a klasszikus reggel, nagyon hűvös, este már nagyon hűvös, de napközben még nagyon jó meleg. Úgyhogy ez várható egyébként egész héten. Uh-huh. Ez jónak tűnik. Jónak. Aztán este itt majd jön a mínusz 10 fok. Hasonló. Jézus Istenem, már! A milyen mínusz 10? Nem, nyilván nem mínusz 10. Nincs meleges, de jó. Csípős. Az a csípős, az konkrétan 6 fokot jelent. Igen, az egy picit hűvösebb. Az erdőszélen, ahol mi ott áldogálunk. Ráadásul ugye ott azért még mindig benne van a pakliban az a veszély, hogy valamelyikünket elragadják az ottan lakozó mindenféle ragadozó lények. Uh-huh. Amiket szerinted kit? Kettőtök között szerinted kit visz? Tehát hát, ide vigyáznak jobban. Igen. Kinek szólt a stáb, hogy nagyon kell rá vigyázni? A kicsire mennek. Tehát, hogy csak
A kicsi kevésbé védekezik, így gondolkoznak a vadállatok is, igen. Na nézzük a közlekedési híreket, mi helyzet az utakon. 47-es úton szekhalom, és elugrott az SMS-em. Azt mondja, hogy a nap portyázik szekhalom környékén, ez a lényeg, ezt Masi küldte nekünk. Atya Isten ez a dal, nem is emlékeztem, hogy ez ilyen rossz. Mi tudtuk, azért tettük be. Így van. Mi volt ez? Igen, ez egy micsoda. Hát doktorába, Hello Africa, micsoda. Engedélye a gyerekek, engedélye, lefuttatva, engedélyeztetve. Nem mondod, hogy nem teszünk már be csak hogy nem seregtél valakivel erre nem. A házban. Nagyon keveset seregtem doktor Albánra. Egy jó doktor Albántól még a víz is jó irányba folyik a kagylóban, ez Tom küldte nekünk. Köszönjük ez szépen. Sokan beragadt egyébként ez a víz, hogyan folyik le a... Én ne tudnánk egyébként, majd olvasok közlekedési híreket, és utána vitatkoznak, itt ölik egymást egyébként SMS-ben, hogy kinek van igaz, akinek nincs igaza. Bedobtuk így az állóvízbe ezt a kis kődarabot, és figyelj, mint a mékkas, tehát nem hiszed el. Nem tudom, bemondátok-e, de Szolnok-Szajor között vonatpótló autóbuszok járnak október 5 és 11-e között az új vasúti Tiszahíd építése miatt. Aki Debrecen felé, Békéscsaba, vagy Szentes felé, vagy vissza Budapest nyugati keleti irányba tart, ezzel számoljon, nagyon sok embert érint, ezt Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. És Répcelaknál aranyat érő útépítőink lezárták a vasúti átjárót, egy elterelő sávon lehet csak közlekedni a 86-oson, úgyhogy ott is nehezebb az átjutás. Ez Tibi küldte nekünk. Jó kis doktor Albántól még a víz is jó irányba folyik a kagylóban, ez Tom küldte nekünk. Úristen, micsoda hülyeség ez a vízlefolyás. Többször voltam a déli féltekén, soha nem tudtam meggyőződni arról, hogy ez valóban igaz lenne. Persze, hogy igaz, srácok, hát nem hallottatok még a Coriolis előről, azaz a föld forgása miatt, hiszen a déli féltekén pont 180 fokkal elfordul állnak az arrébb az északi féltekéhez. Ez egy érdekes magyarázat. És gondoljatok bele, ide valaki, ti is fejjel lefelé vagytok most. Ó, levesünk! Igen. Jézusom, hogy folyna már a másik irányba? Legyen már eszetek, fizikáról nem hallottatok? Csak hogy... Aha. Tehát, hogy milyen szakik találkoznak egymással. Dehogy nem, utoljára, amikor érettségiztem. Igen. Akkor én is vártam ezt a fonalat kettőnk közt. Elég volt mi addig. Engem. Na, kaptatok-e tanúbizonyságot vízlefolyásból? Megnéztem, persze, én tudtam. Uh-huh. Na, aha, én tudtam. Jézusom, te aljas hát vagy. Hát ki tudta volna? Szofia, hát tudtam. Most, ha visszatekerhetnénk az időt egy negyed órával. Ki volt a szkeptikus? Nem én voltam a szkeptikus. Én csak azt mondom, hogy az én szobámban nem sikerült, de azért nem sikerült, mert meg kell hagyni nyugodni. Tehát álló vízből kell elindítani. Teleengedtem, kihúztam, leesett a víz. De hagyod egy kicsit, megnyugod a vizet, akkor látod. Tessék? Akkor nagyon éjszakon voltál. Nagyon nagy a lyuk, még nem voltál az ilyen mosdomban, hogy milyen mekkora lyuk van, hogy te is belállhatnál zuhanyozni egyébként. Konkrétan ilyen csőtörés van. Na mindegy. Hello Afrika, Tomi hajadús. Hello Tomi, Afrika. Tomi hajadús. A nap dumája. Három autó koccad az M3-ason, a Robert Károlynál, és hát motorosok is ott vannak már. Köszönjük szépen. Na, szerintünk sok embert érint, vagy úgy is mondhatnánk, hogy szerintünk a legtöbb embert érinti, és egészen biztos, hogy foglalkoztatja, de talán mondhatjuk, hogy kevesen vagy kevesebben vannak tisztában azzal, hogy végül is mi van most a devizza, a kölcsönöket érintő visszafizetésekkel, ugye? Hogy sötétben tapogatózunk, visszakapunk, nem kapunk, mennyit kapunk, külön kell perelni a bankot, nem kell perelni, majd a bankom szól, majd én keresem a bankomat, mennyit kapok vissza, bankja válogatja, hogy még perel, nem perel, megnyeri a pajert, nem nyeri meg. Szóval, hogy hát szerintem nagy a homály, és ennek szeretnénk egy kicsit utána járni. Úgyhogy a beszélgetés közben, ha valakinek van még kérdése, ami nyilván egy egyéni kérdés is az ő egyedi esetére vonatkozik, vagy hitelszerződésére, az nyugodtan küldje el nekünk SMS-ben, és akkor a mi szakértőnket megpróbáljuk megkérdezni arról a bizonyos kérdésről. Mert hogy tényleg nagyon sok felé ágazik ez a dolog. Én megnéztem a számítását magát annak, hogy mondjuk egy 20 évre fölvett 7 millió forintos hitel mennyi. Na mennyit kapsz? Mennyit számoljál? Az a baj, hogy nem kapod meg. Ugye, illetve ha már törlesztettél, akkor megkaphatod, de ha nem törlesztettél, akkor ez ugye megy be a bankba. És ez az, hogy élő szerződés, lezárt szerződés, sok mindent számít. De figyelj, olyan számítástechnikai mizéria lesz ott, hogyha valaki egy picit is bizonytalan. Nem érdekel, elisszuk, vagy nem isszuk? Én elisszom, az biztos, ha egyszer megkapnám, csak még bizonytalan, nem bizony, de számoltál mennyi? Az tudunk belőle inni? Nem tudunk. Tudunk, nagyon sokat tudnánk, csak az a baj, hogy ez még a bankba megy. Ó, jó, de csúnya, tehát neked még élőszerződésed. Ha ott azt el tudod azt a kis kábelt itt szorítani, ahol a pénz éppen megy, és ki tudod vágni, akkor a tied lehet. Akkor megérkezik Kárpéba. Nekem még visszamegy. Hát menj be, mondd meg, Rákóczi Feri vagyok, tetszik tudni ez a reggelim, és hogy tessék már odaadni Kárpébe. Tessék már, szépet mondok magáról.
Csányi úr. Szépen mondom. Én dicsérem a bankát is, de essék már kápé. Olyan rendes aranyos, de tényleg, na. Igen. Na, felhívjuk a mi szakértőnket, jó? És megkérdezzük, ő a pénzcentrum szakértője, és próbál nekünk egy kicsit segíteni, hogy hogyan és miképpen kell elszámolni, kinek mire kell figyelni, mikor kapják meg, mik a devizahitelesek teendői, mert szerintem azt is jól tudni, hogy egyáltalán az embernek mit kell tenni, hogy ez a pénz eljusson hozzá, mitől függ, hogy mennyit kapunk. Hát rengeteg laikus kérdés, ezen kérdések szerintem ugyanúgy mozognak az emberek fejében, vagy hogy ezen kérdések mozognak leginkább. Mikor, hogyan, mennyit? Az ugye, milyen számítás alapján ki kapja meg, mit kell csinálni? Hitelesként is elmegy a kedved tőle, hogy ezen elkezdjél gondolkozni, mert annyira bonyolult egy átlag embernek ez a történet, tehát annyira utána kéne nézni, hogy akkor most majd, ha azt a törvényt meghozzák, akkor majd februárban, de ott még nem küldik vissza, csak hogy érted? Tehát, a te bankot perel, vagy nem perel, igen, ha perel, akkor mikor, ha nem perel, akkor korábban. Persze, persze, rengeteg, rengeteg minden van. Igen, na, itt van a mi szakértünk, Ráski Péter. Hello Péter, jó reggelt kívánunk, yeah, a pénzcentrum egyik szerkesztője. Hello Péter, jó reggelt kívánunk. Yeah, yeah. Na, hát te jó Isten, annyi kérdés, hogy nem is tudom, hogy, hogy hol kezdjük. Talán rád hagynám, hiszen te vagy szakértő ebben a témában, hogy melyik a legfontosabb kérdés, amit a legtöbben kérdeznek, és amire szerinted leggyorsabban lehet válaszolni, és a legnagyobb homály van. Hát leginkább azt kérdezik, hogy nekik is jár-e vissza pénz. Tehát ez a leggyakrabban elhangzó kérdés. Egész egyszerűen azért, mert ez is egy bonyolult kérdés alapvetően, tehát többféle dologról beszélhetünk. Hiszen most bocsánat, nekik is, az kit jelent? Hogy személy szerint kérdezik, hogy nekik is. Uh-huh. Így van, így van. Tehát személy szerint megkérdezik, hogy nekik is jár-e vissza. Na most az alatt két alapeset az, hogyha valaki lezárta a szerződését, vagy még élő szerződése van. Ha élő szerződése van, akkor sem egyszerű az eset, mivel van árfolyamgát, van előtörlesztést, rengetegféle verzió van a hitelek esetén, tehát nagyon kell figyelni, hogy melyikbe esünk bele, melyik kategóriába. De alapvetően a legtöbben egyébként élő szerződéssel bírnak, vagy 2009 után zárták le a szerződést. Na most mindkét esetben jár vissza a pénz, tehát ez a két alapeset van, és mind a két esetben jár vissza a pénz. Ugye végtörlesztettek esetén nem feltétlenül fog visszajárni pénz, hiszen elég nagy kedvezményt kaptak. Ugye itt a kedvezményes végtörlesztőkről van szó. És csak akkor kapnak vissza pénzt, hogyha az a pénz, ami visszajár, nagyobb, mint amit kedvezményként kaptak a végtörlesztéssel. Uh-huh. És ott is csak a különbséget fogják megkapni. Így van, így van. Tehát a kettő különbségét. Na most ez olyan hatalmas kedvezmény volt az esetek nagy részében, hogy valószínűleg ennél kisebb lesz. De hát ők már ugye kaptak egyfajta kedvezményt korábban, ezért is rendelkezik így a törvény. Na most, azok, akik kapnak vissza pénzt, bocsánat, hogy szabadon vágok, akik kapnak vissza pénzt, azok milyen formában kapják vissza ezt? Ugye a Feri is mondta, hogy ennek egy része adott esetben a bankban maradt készpénz, vagy pedig leírják esetleg a még... Hát aki már végtörlesztett, az nyilván megkapja készpénzben. Ugye akinek még élő szerződése van, ott pedig ugye ki kell jelentsük azt, hogy ő cash-t nem fog a kezébe kapni, az megy vissza a bankhoz, igaz? Így van, tehát... Köszönjük szakértőnknek, Rákóczi Ferenc. Igen. Tehát ők előtörlesztésként számítják be. Itt az a lényeg, hogy ezáltal csökkenni fog ugye a tartozás egyrészt, és a tartozás csökkenése miatt a törlesztő részlet is csökkenni fog. Hogy mekkora mértékben, ez ugye nyilván eltér attól, hogy mekkora a visszatérítés mértéke. Mi is számoltunk erre számokat, olyan 25% környékén mondható az, hogy ez az átlagos törlesztő részlet csökkenés, de egyedi esetek nagyon eltérhetnek. És akkor itt kitérek, hogyha megengeditek arra, hogy mitől függ a visszatérítés mértéke. És hát ez a másik leggyakrabban feltett kérdés. 5 dolog van alapvetően. Az első az, hogy milyen kamatemelés és mennyi volt a kamatemelés, milyen kamatszintet állapított meg a bank. A másik az, hogy mekkora volt az árfolyam részmértéke, ebben is hatalmas eltérések vannak egyébként. A másik 3 pedig ugye a hitel alap információi, mikor vették fel a hitelt, milyen futamidőre, és hát mekkora volt az összeg, hiszen ettől is nagy mértékben függ.
Na most ugye gondolom, amikor is egy nagyon fontos kérdés, hogy mikor várható. Ugye? Ezért is gondolom megkeresni benneteket, hogy ez 2015 január, február függő attól, hogy a bank még perel, vagy nem perel. Ezzel mi a helyzet? Na most itt is eltérések vannak, hogy egyszerűbb legyen az élet. Alapvetően, hogyha a bank nem perelt, akkor devizehitelek esetén már januárban el kell számolni a banknak, de hát a legtöbb bank, nagy bank perelt, tehát itt azzal kell számolni, hogyha még idén befejeződik a per, akkor februárban várható az elszámolás, tehát végül is mondhatjuk azt, hogy év elején. Vannak más esetek is, igen? Hogyha mondjuk idén nem zárul le a per, illetve hát a mostani új törvény az rendelkezik arról is, hogy mi van a forint hitelesekkel, mikor kell velük elszámolni, ez egy újabb kérdés lesz majd. Ezeket is tartalmazza a törvény. Alapvetően, hogyha a per idén nem zárul le, akkor 60 nappal a lezárás után, per lezárulta után kell elszámolni legkésőbb a banknak. Én azt gondolom, hogy a legtöbben egyébként a februári időpontba fognak beleesni, mert mivel gyorsított eljárásban tárgyalják a pereket a bankok, ugye nem, a bíróságok, ezért az várható, hogy februárban fognak a legtöbb devizehitelessel elszámolni. De automatikusan megkapja majd mindenki ezt a bizonyos kivonatot, hogy akkor mennyi pénze van, vagy pedig neked be kell menni személyesen érdeklődni a bankhoz, ezeket tudjuk már, vagy kötelezik a bankokat az értesítésre? Ezt tudjuk, na most ugye van az élő szerződés, ahol ugye a bank kapcsolatban van tulajdonképpen folyamatosan az ügyféllel, ugye itt ismert minden, tehát ez automatikusan meg fog történni, kiküldik erről az értesítést, a dokumentumot, hogy mennyi volt az elszámolás, hogyan történt az elszámolás. Az érdekes az, hogy mi van akkor, ha valakinek lezárt szerződése van. Ilyen esetben, hogyha nincsen kapcsolat a bankkal, tehát a folyószámla is megszűnt, vagy akár nem is volt, akkor be kell jelenteni a lakcím változást, hogyha volt, és be kell jelenteni azt, hogy milyen bankszámlára kérik a pénzt az ügyfelek, kivéve, hogyha a fiókot szeretnék felvenni, mert erre is van lehetőség. Tehát elég sokféle megoldás van itt is, de alapvetően én azt gondolom, hogy akinek lezárt szerződése van, annak érdemes felvenni a kapcsolatot a bankjával, a volt bankjával, megadni ugye a lakcímet és a bankszámlaszámot, és akkor így eléggé gördülékeny lesz a kapcsolat, illetve hát az elszámolás elküldése. Nézzünk gyorsan egy-két kérdést, jó? Hogy mit írnak a hallgatók? Jó. Azt mondja, hogy a hitellel kapcsolatos kérdésem lenne, végtörlesztettem napi árfolyamon, és fix havi törlesztő részem volt, tehát nem ingadozó. Ebben az esetben kap-e vissza? Ezt Attila kérdezi. Attól még, hogy fix volt a törlesztő részlet, attól még más, tehát az árfolyam elszámolás, az árfolyamadés esetében az ugyanannyi volt, illetve a kamat is több volt. Ebben az esetben valószínűsítem azt, hogy ugye a mérték, amivel növekedett a tartozás vagy a kamat, az abban nyilatkozott, vagy mutatkozott meg, hogy milyen hosszú a futamidő. Tehát itt ez volt a változó ebben a dologban valószínűleg, és hát jár visszatérítés, igen. Nem egy egyszerű történet. 2009 közepe után zárták le, akkor jár. Nagyon sokan kérdezik, hogy mi van azokkal, akiknek például elvették az ingatlanját, vagy az autóját, mert hogy nagyon sokan járnak így, tehát hogy már nincs, gondolom, szerződés, nincs miből levonni, elvették, hogy azoknak jár vissza valami, vagy ők kapnak vissza valamit? Hát az ingatlant és az autót ezt nem tudja a törvény garantálni, hogy visszakapják. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. De valamiféle mert, kompenzációra számíthatnak? Ettől a törvénytől közvetlenül nem. Tehát lehetséges az, hogy valaki erre megy a bankja ellen, de itt azért elég kétes, hogy mi lesz a kimenetel, hiszen az akkori törvények alapján alapvetően a bank úgy járt el, ahogy törvény szerint meg volt adva. Autóhitelt kérdeznek még rengetegen, hogy az vonatkozik-e erre, vagy beleesik-e? Így van, tehát ez egy fontos dolog, hogy az autóhitelesekre is vonatkozik. Egyébként nemrég végeztünk erre egy számítást, egy 2007-ben felvett hitelre,
egy 2 millió forintos hitelre, és azt kaptuk, hogy majdnem 1,2 millió forint jár vissza. Na most ugye ez nagyjából 60%-a a felvett hitelnek, viszont ha megnézzük azt, hogy mennyi volt a visszatörlesztett, tehát az egész kifizett pénz, ahhoz képest ez olyan egyharmadára rúg, ami hasonló egyébként a lakáshitelekhez. Nagyon érdekes, még szertágazó azért ez a dolog. Kérdezi egy hallgatónk, hogy mi a helyzet akkor, ha kocsihitelt valaki átvette, én fizettem pár évig, most más fizeti. Ilyenkor mi a helyzet? Hogy ebben az esetben, hogy egy ideig fizeti, aztán valaki átveszi, és ő fizeti. Ebben az esetben is jár a visszatérítés, igaz, az új, új ügyfélnek. Tehát úgy van megcsinálva a szabályozás, hogy az új ügyfél kapja meg ezt a visszatérítést. A fenegye meg. Pont ebben a cipőben járunk mi is. Már gondoltam, akkor hívom is két megszólás között a sógornőmet, mert akkor például most már náluk van. Nyugi, intézzük. Megbehajtjuk. Ja, majd kimegyünk hozzá. Kimegyünk hozzá. Rossz, csak semmi puszi. Rosszul beszélő orosz ajkú fiúkkal, igen. Azt kérdezi egy hallgató, hogy mi van azokkal, akiknek végrehajtás alatt van az ingatlan. Ők kapnak-e valamit, kaphatnak-e valamit? Igen, kaphatnak. Ez egy jóval bonyolultabb eset viszont. Tehát a végrehajtás alatt... A végrehajtás alatt is többféle dolgot szoktak érteni az emberek, tehát nem mindegy, hogy behajtás, végrehajtás, vagy már a kilakoltatás előtt vannak. Ez sem egy egyszerű történet sajnos. A lényeg, hogy alapvetően nekik is jár a pénz. Attól függ, hogy milyen szakaszban vannak, attól függ, hogy a bank számol el velük, vagy a végrehajtónak kell. Tehát itt lehetséges az, hogy a végrehajtó már átvette a hitelt a banktól, lehetséges az, hogy a bank átadta ezt a hitelt egy másik banknak, mert kivonult Magyarországról, vagy megszűnt. Ez mind külön kategóriában esik sajnos, úgyhogy egységesen erről nehéz. Van még itt egy kérdés, szerintem ez is sokakat érintett, hogy csak magánszemélyek érintettek, vagy jogi személyek, illetve vállalkozások is? De most ez ugye lakosságra vonatkozik, tehát itt csak és kizárólag a lakosság az, aki kap vissza pénzt. A vállalati és hát vállalkozói devizahitelek azok továbbra is ugyanúgy élnek, futnak tovább, tehát rájuk nem vonatkozik ez a törvény. Kata kérdezi, hogy mi nem fizetünk 4 hónapja törlesztőt. Fizessünk vagy ne fizessünk, a bank fenyegetőzik, és már a behajtók hívogatnak. Köszönöm, Kata. Én azt tudom tanácsolni, hogy mindenképp érdemes fizetni. Sokkal egyszerűbb a bankon egyezkedni, mint később a behajtókkal, végrehajtókkal. Itt ugye ugyanaz a probléma, hogy behajtó, végrehajtó, ezt sokszor keverik. De a lényeg az, hogy alapvetően a bankkal, amíg a bankkal lehet tárgyalni, addig sokkal egyszerűbb a helyzet. Hiszen ha a behajtó már ott van, vagy végrehajtó már ott van, akkor már azért benne van a pakliban, hogy az ingatlan is odaveszhet. Tehát ez szerintem egy akkora kockázat, amit nem szabad meglépni. A hitelt azt mindenképp érdemes fizetni, hiszen az elszámolás után jóval alacsonyabb lesz a törlesztő részlet, várhatóan, és emiatt ugye sokkal könnyebb lesz a későbbiekben fizetni majd. Addig én azt gondolom, hogy ki kell húzni valahogy. A magánszemély leasingel ingatlant, ott mi a helyzet? Ugyanaz lesz a verdikt, mint a hiteleknél? Tehát leasing esetében? Így van, tehát korábban volt arról szó, hogy a leasingesek megpróbálnak valamilyen külön megoldást találni, de ebben nem nagyon sikerült előrelépniük, és hát arra jutottak, hogy a leasingesek végül is egy kalap alá tartoznak a hitelesekkel ebből a szempontból, visszatérítés szempontjából. Jó, tehát akkor zárva a beszélgetést, te azt mondod, hogy mindenki keresse a lehetőséget, vagy fogadjon szakértőt, menjen a bankba, kérdezzen, járjon utána. Ha mondjuk nem bízik, ne adj Isten a saját bankjában, vagy fenntartásokkal kezeli azt az összeget, amit kapott, vagy amit majd megállapított neki a saját bankja, akkor mi a teendő? Akkor hova forduljon, vagy hova forduljanak? Hát először is nem feltétlenül kell szakértőhöz fordulni. Egyrészt, mivel hogyha probléma van, akkor a bankhoz érdemes menni, sőt, hát ez az ajánlás a Nemzeti Banknak is, hogy a saját bankhoz kell fordulni először, hogyha nem jó az ügyfél szerint az elszámolás, és hát valamiféleképpen meg kell oldani a problémát, hiszen bankban is csak emberek dolgoznak, lehet, hogy hibáztak, elismerik,
és javítják a hibát, de hogyha ezután is fennáll a probléma, akkor kell a Nemzeti Bankhoz fordulni, illetve hát ugye ennek a felügyeleti részéhez, akik a pénzügyi intézmények felett végzik tulajdonképpen az ellenőrzést. Oké, Péter, hát nagyon szépen köszönjük, megpróbáltuk így nagy általánosságban, nyilván órákig jönnének még a kérdések, tehát nagyon sok minden van, nagyon sok egyedi eset, ugye mindenhol más a válasz, igen, és mást kell mondani, de a legfontosabbakat megpróbáltuk összeszedni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, jó munkát nektek, köszönjük. Köszönöm szépen nektek is, sziasztok. Köszi Ráski Péter a Pénzcentrum szerkesztőjével. Beszélgettünk. Hát gyerekek, bonyolultak ezek, bizony, a történetek. Megpróbáltuk ugye a legkézenfekvőbb kérdéseket megkérdezni, rengeteg hallgatói kérdéssel együtt. Fél 9 múlt pontosan, 2 perccel jönnek a hírek, 3-as ugrása, lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Másfél hónapon keresztül. Yes, sir. Élőben. Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:49 lesz, 2 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 36 fok lesz ma a csúcshőmérséklet itt Dél-Afrikában. De mondjuk mindezt úgy, hogy még nyugodtan tesszük, mert tudjuk, hogy otthon is meleg van. Majd, ha már október végén, november elején jön a hideg, akkor mi is kellő alázattal mondjuk, hogy itt viszont egyre melegebb van. Most még nem ingerlünk senkit ezzel a 36 fokkal, mert hogy otthon is gyönyörű idő, Magyarországon indián nyár, vénasszonyok nyara, száraz és meleg, Budapest 12 és köd. Ahogy én hype-olok időjárás, nem hype-ol senki igazából, de tényleg napközben már jó idő lesz. Már látom, hogy én 2 hét múlva hazamegyek, és mondom, hogy gyerekek, itt milyen idő van, és ti, ahogy megértően mondjátok, hogy de tényleg itt meg 38. Igen, már hát jön, mondták a dél-afrikaiak, hogy ez semmi, ez a 35-36, ami napközben van, tehát ez most fog bedurranni, a természet is, tehát ez egy tavasznak felel meg, de itt egy óra, egy hónap múlva itt valami brutális. Nagyon jó. Meg az UV szintek, amiről nem is beszéltünk, ilyen 11, igen, tudod. És akkor azt mondjuk, hogy 8-ig még azért csak-csak egészséges vagy, legalábbis nem ártalmas, itt 11. A 11-es már nem szerencsés. Na, ha már itt az évszakokról beszélgetünk, otthon ugye ősz van. Azt legyetek már olyan kedvesek, magyarázzátok meg nekem, mert ti mind a ketten olyan okosak vagytok, hogy a szúnyog nevű állat az ősszel mi a retket keres a városban, mert én mielőtt eljöttem, szombaton szálltam fel a gépre, péntek este véletlenül nyitva hagytunk egy ablakot, amire nem húztuk rá a szúnyoghálót, reggel egy nagyobb 5000-es populáció keringette a szobába. Ezt én se értem egyébként. Honnan? Nem ezt kell neki megdögleni? Nem fázik? Jön a központi fűtésre. Igen. Ja, és bejön. Ezek nem hülyék már. És a szeránó sonkára. Igen. És egy valamelyik vérdús testrészedre. A szeránó sonka védve van. Ja, az el van csomagolva. Egyébként tényleg rejtély. Nyáron nem volt, és így szeptember végén, október elején nálunk is elindult egy olyan hullám, hogy nem tudod, hogy honnan. És nem érted, hogy hol voltál nyáron, barátom, nem? Ugye? Mit csináltál nyáron? Miért kell neked most jönni? Ezek nem fagynak meg. Milyen közvetlen viszonyban vagytok egymással? Jó, a szobába. Szia, barátom. Hogy vagy, kedves barátom? Nagy uram, szőröm, nem iszunk egy jóféle söritalt. Szúrom. Hogy ez tényleg honnan jönnek? Éjszaka nem kell, hogy megfagyjanak? Vagy mi van? Mi van ezekkel a szúnyogokkal? Az egész országban egyébként szúnyoginvázió van. Ezt több ember mondta, meg én is tapasztaltam, hogy nem látott mennyiségben törtek elő. Ezek eltájolták magukat, jönnek az Oktoberfestre, csak rossz helyen. Ja, igen. Szeretik a sört, vagy mi? Igen, vagy a csöcsöke. De nem vetted észre, hogy mennyi van egyébként? Tényleg, igaza van a Ferinek, és nem tudom az okát. Szeptember végén van valami nagy felvirágzás. Nincs, hát a szúnyog nyáron van. Igen. Nyáron kéne, hogy legyen, akkor kell neki, aki szúnyoglárvák, vízparton óriási mennyiség van nálunk. Például nem volt a Velencei tónál, vagy nem volt sok szúnyog. Volt egy ilyen fél óra, este 8:30-9, akkor mondjuk 2 lecsaptál magadon, de sehol semmi. Egyébként meg mit mondtak, hogyha ide jövünk, hogy itt sok a szúnyog? Van szúnyog itt? Nincs. Hol vannak az itteni szúnyogok? Otthon. Ennyi. Ennyi. Itt meg a hülye maláriával ijesztettek. A hülye maláriát mondogatták állandóan. Amiből egyébként nem lett semmi. Aztán semmi nem lett, de ha lenne se, akkor baj lenne, mert nem szedjük a bizony gyógyszert. Hát gyakorlatilag nálunk a stábban az egyetlen megbetegedés egy verekedésből származó. Igen, ez kicsit túl volt lihegve, igen. Nagyon sokan kérdezitek, hogy hol lehet visszahallgatni a beszélgetést, értelemszerűen a morningshow.hu-n, közben pedig a Facebookra folyamatosan pakolunk föl képeket Feri élményeiről, tegnapi élményeiről, amire 6 óra után beszélt ugye a stúdióról. És csak mondom, hogy sikerült megszereznem az Instagram oldal kezelését, úgyhogy reszkesetek, mert a Morning Show Instagram oldalát azt én kezelem mostantól. Na. Kicsit öncélú fotók lesznek, ne így számítsatok van. Semmi jóra.
De. Két havonta egy poszt. Mindjárt, igen. Annak fölvállaltad, csinálnod kell most de már. Gyerekek, bemondtam, felvállaltam az Instagram az enyém. Class FM Morning Show, így vagyunk már az Instagramon. Már mondom is, hogy mi lesz az első három poszt. Próba egy, próba kettő, próba három. És ilyen földet fényképező meg a saját lábát. Nem, már megvan az első kép, már megvan az első kép egy forgatási helyszínünkön. Nagyon kedves kis feliratot láttunk Janival egyébként, ezt meséltük neked is, hogy ne menjünk át egy bizonyos kordonon, ami egy műanyag szalag, mert hogy hát tulajdonképpen leopárd csapdákat helyeztek el, és hogyha belelépünk, vagy ha találkozunk a leopárddal, nem annyira szerencsés, ezért gyanútlan európai polgároknak. Jó, illetve... jó, de miért? Miért nem szerencsés? Olyan állat. Gyere, Jani, menjünk erre, mondtuk ezt, és átbújtunk a leopárd csapdát jelző felirat alatt, és természetesen elindultunk az ösvényen, leopárddal nem találkoztunk, viszont hogy ez így kim van, teljesen egyértelmű, ne menj arra, mert leopárd csapda van. De ezért így találkozol városon kívül 10 kilométerre forgatási helyszíneken, tehát minden további nélkül jöhet egyébként ez az állat. Na ezzel indítjuk Bali Instagramját, igen. Jó? Ami nem Bali Instagramja lesz, csak a fotókból fogjátok majd érezni, hogy nem a megszokott módon zajlik itt a fotófeltöltés. Nagyon jó kép egyébként, ebből a verzióból is szerintem nagyon igényes, nagyon menő. Egyébként van egy olyan is, amin én is rajta vagyok, megértem, hogy miért ezt teszed. Nem lesz itt maga mutogatás. Hallani, nem lesz itt. Ez nem arról szól, hogy te sztárkod. Menőzgetünk, odállunk a Jaguar csapda felirat mellé. Hát csinálunk egy közelét a Jaguar csapdáról. Szeretnék a Jaguar csapda mellé is odállni, mert az azt jelenti, hogy megint Dél-Amerikában vagyunk. Igen. Amúgy leopárd, meg, igen. Azért valljuk be őszintén, hogy a legveszélyesebb állat, amivel találkoztunk mi itt a helyszínen, az egy nőstény majom volt, ami nem volt túlságosan nagy, kb. Mint az alkarom. Tehát, mint Ferinek a legnemesebb szellemről. És meg akart csinálni, hogy mi figyelj, volt? Nem volt, hiszed el, hogy a majom agresszív, és mentél barátkozni, tudod, mi európai, gyere majom. Egy ilyen kis majom családot mullatta az időt, ott kurkászott össze-vissza, és akkor Bali mondja, hogy ott vannak a majmok. Na mondom, itt az idő, hogy csináljunk végre egy olyan fotót, amit nem csinálhatok a fővárosi állat és növénykertben, vagy a Veszprém állatkertben, menjünk oda. Bali, aki már ugye világlátott ember, jelezte, hogy a majomokkal esetleg még probléma lehet, tehát ne menjek közelebbre, én erre mit csináltam? Közelebb mentem, hiszen mondta, figyelj, hogy ne menjek. Úgy ment oda a majomhoz, mint oda mész egy kis államot simogatóba, egy birkázon. Mi, Jani, ez egy majom, gyere már onnan. Jani vagyok Lőrincről! És ő megmondta, majom Afrikából. Gyere már, gyere, és láttam, hogy a majom egy időt elkezdi ráfordulni a Janúra, és tudod, agresszívek, tehát harapnak, támadnak, ha félnek, tehát ezek nem olyan odamész kismakákó, megsimogatott, megetetett dióval, egy kis mogyoróval, adsz egy kis kesúdiót, megköszöni, és fölugrik egy fára. A Jani valahogy így képzelte ezt a találkozást. Éreztem a szemébe, hogy látja bennem a kihívást, nem gondoltam én is, akkor gyere, kis csíra, feszüljünk egymásnak. És a majom így ráfordult, így egy ilyen... Akkor láttam már, hogy nőstény, igen. Kis cicik elől, tudod, kis bimbók, hát ő, érted? Ő volt nyilván védte a gyerekét. Fapóznán üldögélt, és így a négy lábával, vagy egy kis mancsával, ráhasszorított a póznán, és így előre dőlt szemben a Janival, fél méterre. Gyere onnan, Jani, mert arcon harap, akkor egyrészt nem tudok vele mit csinálni, kettő pankrétas leszek. Úgy nézett ki, mint ugye ezek a pankrátorok, az ellenfelüket kihajítják a ringből, aztán ő oda megy a ringnek a széléhez, és így kihajol, hogy éle még a másik. A majom ráfeszült így a korlátra, előre dőlt, és elkezdte szívni magát rettenetesen, miközben a papucs férje már sehol nem volt. Igen, papucs férje lelépett, nőcsém, mert Jani mondta, gyere, de aranyos, na menjünk innen. Jó, mégis talán jobb lesz. Na jó, menjünk innen, Balic. Már láttam magamat, hogy a Balázs mondjuk nyilván vadul fényképezett volna, hogy mint az Alienben, tudom, amikor tojást lak a jelöcsőbe, így az arcomon tapadva a majom, így négy oldalról fogja a fejemet, és közben harapja az orromat, és Balic közben keresi a HD verzsőt. Igen, vakuval, nem mozogj, teljes felbontásba kell. Ellenfényes, állját, forogját a másik oldalra. Hegyeket látok a szemem előtt. 4000 like. Nem, benned azt szeretem, hogy meglehetősen gyanútlanul, kedvesen, előítélet nélkül közelítesz úgy a természethez egyébként, hogy gázolsz bele mindenféle állati űrülékbe, mint tegnap. Nagyon jól dobáltam befelé dzsungelő unalmamba, mindenféle fagaljakkal, meg kövekkel, de az egyik nem kő volt. Kicsit puhább. Ezt szerintem nem kő, megszagoltam a kezem, és tényleg. Igen, szóval hogy mindenféle gyanútlan életérzéssel fogod meg az állatirüléket, közelítesz a majom felé, eszel meg olyanokat, ami nem ehető. Aki tehát, tudod miért jó, mert álcázod magad, kent be magad az egész testedet, és akkor nem bántanak a leopárdok. Így nem, én vagyok a legfontosabb ember ebben a produkcióban, hanem Balázs. Akkor itt kell. Érted, abban a pillanatban nézd csak itt egy picit fogba az orrod, jó, megkapod egy kis álcázó festékedet. Egyébként azért azt is meséld el, hogy kettő közül te vagy egy picit a félősebb. Már mitől ijedtem meg? Például, és ja, hát, azzal, hogy pöckölöm a fülét.
kiszállok az autóba, tök sötétbe, érted? Azt se tudom, hogy mondjuk elmondják, ilyen kígyó, olyan kígyó, ne lép bele, de ez egy rádesik a fáról. Rádesik a fáról. Erre áll a Jani a jobb oldalomon, valahogy átnyúl egy bottal a bal fülemhez, és elkezdi egy ilyen gajjal, az olyan sötét dzsungelben, hogy nem látok az óvévig birizgálni a bal fülemhez. A legalap a poén, de nagyon jó. Jó, ezeket jegyzem, tehát ne hagyj ezt. Visszakapod te ezt szerintem. Nem fogok a bokádra menni. És tudod, hogy hiszem, PÁ! Tudod, összetoljod magad, hát ott állsz bent, te vagy a betolakodó, zörög a dzsungel, neszek vannak, hangok vannak, majmok, tudod, tehát azt se tudod, hogy olyan mész, lépkedsz óvatosan, a nyomorult kis elemlámpáddal világítasz, ne lép bele a fekete mambába, ez meg jön egy gajjal a bal fülemre, érted? Hát, szóval igen. Humor hát, van minden. El kell ütni az időt. Bizony. Na jó van, 8 perc, szóval pontosan 9 óra, ez pedig azt jelenti, hogy hármasugrás, játsszuk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Bauni! Hello, Tamás vagyok. Bauni! Bauni! Hello, Tamás, honnan hívsz minket? Kámból. Hogy? Kám, ugye? Mert ja, kám. Így kám. Ja, azért jó, igen, mert ha kám van lenne. Kán, igen. Igen, kám. Hát gyerekek, már voltak Ausztriából, már voltak ugye most az Egyesült Államokból, abszolút nemzetközi az adás, igen. Mit csinálsz ott kámban, mit dolgozol? Egy téhezben vagyok, egy mezőgazdasági cégben. Éppen borjukat gondolom. TSZ-be? Egy káni TSZ-be. Így van. És állatok vannak körülötted? Igen. Tehenek. Na, kis pocikák ott vannak. De jó, hát ők nagyon elsegíteni nem tudnak. Van esetleg még valaki, vagy egyébként rajtuk kívül egyedül vagy? Itt vannak nálam, mellettem ketten, tőlem egy ilyen 20 méterre, 5-6-an éppen hallgatnak a traktorba. Na, akkor van segítség. És figyelj egyébként egy ilyen hazai állami gazdasághoz képest, milyen a színvonalod? Ez most komoly kérdés. Szóval nagyon jó, köszi. Hát mondjuk azt, hogy jó, igen. Aha, jó. Mondjuk jó. Jó, milyenek a kérdések, Jani? Hát, kíváncsi. Fogalmad nincs, mi? Fogalmad hát előre megírta szerintem az összeset. Előre megcsináltad az összeset. Jó. Felkészültél, vehetünk? Igen, persze, már. Na, így szól az első kérdés, dedikált nyakbaakasztóért. Hogy nevezik a Pál utcai fiúk riválisait Molnár Ferenc regényében? Vörösingesek. Pontosan így van. Így van. Akikről mindig az embernek a karácsony jut az eszébe. Pásztorok, pásztorok. Mehetünk tovább? Igen, mehetünk. Dedikált egér alátétért így szól a második kérdés. Melyik kontinensen élnek az emuk? Ausztrália. A legnagyobb vagy! Amely, de csak így! Ausztrália egyik címerállatáról van egyébként szó. A vörös óriás kenguru mellett, tudomásom szerint Ausztrália címerében is ő szerepel. Jó van, ne okoskodj. Na jó van, csak tegnap olvastam a Wikipédiáról, pont volt neten. Menjünk tovább, vagy megálljunk és elviszed a fix ajándékokat? Megyünk tovább. Megyünk tovább, nem állunk meg. Jó, így szól a harmadik kérdés dedikált... Óráért. Na. Mi a keresztneve a családfőnek a Simpson család című rajzfilmben? Nem Homer. Kapodni. Homer. Igaz! Most tudja. Király. Most tudja. Nagyon jó vagy. Figyelj, ez nagyon jól ment. Átszáguldottunk a kérdéseken, Tobikám, úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Dedikáljuk is neked, vagy nektek is szerintem megérkezik egy 2-3 héten belül. Jó? Jó van, köszönöm szépen. Köszönjük. Tamás, köszi a játékot, ciao. Én köszönöm, hello, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek, 4 perc van pontosan, 9 óra. Jó, Kassa TV már a stúdióban! Kassa összekapcsolódás. Ezt a lelkiismeretességet, ezt a jéghideg profizmust, hogy nem telefonról, otthonról érted, bejön, beül, ott van, élőben, stúdióban, ez az alázat. Aha, és ott simul a székedbe. És ott simogatja. Végigüli az összes széket. 4 perc van pontosan, 9 óra. Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. És kivet az ágy, a már a csap felett habzik a szád, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán, télen és nyáron.
Jani, menj Afrikába! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, innen Dél-Afrikából, hello Feri, hello Jani, hello! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt is, mint otthon, 4:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Itt egy kicsit melegebb van, nem bosszantjuk magyarországi hallgatóinkat, hogy hány, és hogy ma számítani felhőt nem nagyon látunk a fokot, inkább nem merem bemondani, de nézzük azért, hogy milyen idő van Magyarországon, mert hogy ti vagytok nekünk a legfontosabbak, jön az indián nyár, jön a vénasszonyok nyara, tudom, 10 fok, csepereg az eső most még, de napközben már egyre jobb idő, sőt, mi több a hétvége felé, egyébként 20-25 fok is lehet, úgyhogy annyira azért nem... nincs rossz dolgotok. Zsül, tedd már le azt a rohadt telefon, mert komolyan van. Mondom, szépen fölhúzza az időjárást, boldogok otthon az emberek, te megjössz azzal az arra, de tudod, komolyan. Tudod, mit Budapest 12 fok felhős. Jó, hát azt próbálom velük tartani a lelked, de ő az egy kis időjárás jelentésem, mindig megmutatja, hogy hány fok van Budapesten. Igen, jó idő lesz, tényleg jön az indián nyár, úgyhogy nem akarunk ezzel senkit hergelni, itt egy picit melegebb van, de nekünk az a fontos, ami ott van. Köszönjük szépen a földrajzi helyretételt. Mi nem, sos mindig azt gondoljuk, hogy az a humor, amit mi képviselünk, azért az egyre több embernek átmegy. Nem ment még át, néhányan próbáltak több tízen egyébként helyretenni minket, hogy földrajz egyes. Megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy tényleg van egy filmfesztiváljáról, híres francia település is Cannes. Így van, ezzel humorizáltuk, hogy Cannes, és hogy tudtuk, hogy Cannes Magyarországon van, néhányan félreértették, és megbuktatott minket földrajzból, humor volt, de úgy látszik, hogy nem ment át. Nem, mert buták vagyunk, mert az Cannes. Én vagyok a barom. Igen, látod. Nem szeretek humort magyarázni, de igen, meglincselnek bennünket, hogy földrajz egyes, tudtuk, hogy hol van, csak próbáltuk humorizálni, de nem annyira ment. Morickam, azt mondja az édesem. M3 a 154-es kilométerennél Nyíregyháza felé van egy trafi, ezt Roli küldte nekünk. Szerencs utcától ultra rossz, nem így jött az SMS, átfogalmaztam. B küldte nekünk, ez az M3-as bevezetőjénél van nyilván. Budapest második kerület, esik az eső, 13 fok van, nap sehol, üt csillagszem. Na ezért próbálom bennetek tartani a lelket, hogy lesz nap. Lesz nap, kicsit a napocska és jobb idő lesz, higgyetek el. Mi már alig várjuk, hogy beboruljon, gyűrjük a meleget. Szentendrén a rendőrsége szemben minden reggel mérnek, így ma is. Jaj, gyerekek, Szentendre, hogy hiányzik nekem Szentendre? Hogy? Nagyon. Nagyon, szereted? Ott játszom sokat, és most már egyre jobban hiányzik a sport is egyébként. Na, a színház is van, nem is tudtam. Nem, ott szoktam teniszezni, és megőrülök, mert hete nem játszottam, és most megkezdem. De már találtam magad a face partnert, hát csak nem hozott magával ütőt, de annyira... Igen, találtam magam a teniszpartnert, fél éve nem játszott, és nem hozott magával ütőt, mennyire komoly teniszpartner. Szerinted én elhoztam a teniszütőmet, kétfajta teniszcipőt, ruhát, mindent. És az élet, rohadt magányos vagyok, mert senkivel nem tudok játszani. Az élet minden területére egyébként egy nagyon komoly emberről van szó, például lentre a táborba, a dzsungelbe, értitek, ugye? Ő egy szál tornacipőben szokott lejönni, titokzokniban vagy anélkül. Igen, az ember. És térnadrágban. Igen. És honnan lehet látni, hogy Bali nagyon magányos? Ezt hallja a dél-afrikai stáb. Tudsz teniszezni? Tudsz teniszezni? Nincs egy órát véletlenül rám. Menj, ne hagyjál, egy hete nyomozok. Egy ember nem találtam. Csak egy kicsit ütögessünk. Nem itt olyan rohadt sok időnk lenne egyébként, de megőrülök sport nélkül most már lassan egy hete. Halásztelek felől az északi sziget csúcs felé, a második Rákóczi-Ferenc út elesett, végig egy merő dugó, ez Torfer küldte nekünk, köszönjük szépen, és a 37-es főúton mérnek a zsernyákok a gesztei körforgalom előtt, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy ha nem is hozzánk, de legalábbis a stúdióba megérkezett Kassa Tibi olyannyira, hogy egyébként látjuk, gyerekek, tényleg a NASA központja, a Pentagon központja nem annyira felszerelt, mint mi, mert hogy Skype-on keresztül egyébként egy hatalmas monitoron itt nekünk a dél-afrikai stúdiómmal kivarakva Tibi, aki nyilván a mellét mutogatja azonnal. És kinek a székében ül? Az enyémben. Igen. Szóval, hogy Skype kapcsolatban is vagyunk, hangilag is halljuk egymást, mert hogy kedv van, ami azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazin a dzsanguzinban nem találod, hol vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már roviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintjétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza TV, kakasza TV. Oh! Kakakasza TV, kakasza TV. Hey! TIBI! 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 Kakakasza TV, kakasza TV. Ba-ba-ba-ba. TIBI! Hát nem múlhat úgy el kedd nélkül, hogy ne lennél itt velünk, TIBI.
Figyeljetek, bejöttem a stúdióba, és embertelen látvány fogadott. Tehát embertelenül röhögtem. Tehát itt ül benn az Anna, a Balázs székében, fűzgéli egy ilyen szexi tobban a Hunyadákost, a hírszerkesztőt. A technikus próbál nagyon elhatárolódni az eseményektől. Tehát figyelj, nincsenek a macskák, és embertelenül cincognak az egerek. Tehát, hogy lefotóztam, és ki is raktam, mert nézzétek, mert nagyon fogtok röhögni. Tehát egy olyan ilyen klub hangulat. De milyen a székem? Az egy menő, nem? De nem akármilyen székben ülsz. Figyelj, megmondom őszintén, hogy egy picit volt alkalmam most körbenézni a stúdióban, és felfigyeltem egy pár dologra, nem tudom, hogy a többiek tudják, én most elmondom, leleplezlek egy picit, hogy azért mindenki egyenlő, de egy picit te egyenlőbb vagy, Balázs. Tehát Balázs fotelje egy picit. Tehát itt most így nézegettem, milyen gombok vannak rajta, tehát háromféle lávaköves masszázs. Tehát az első, ami... Rohadt szemét, ez hazugság. Háromféle lávaköves masszázs. Most rögtön mellé nyúltam, abban a pillanatban néztem, hogy beindult az ülésfűtés, akkor kerestem, hol kell kikapcsolni. Tehát, hogy van egy ilyen piros gomb itt a jobb oldalnak az alján, megnyomtam, abban a pillanatban kettő félmeztelen hostess pezsgővel és kaviárral jött be. Tehát mondtam, nem kérek. És annyi, hogy fölvettem a fejhallgatódat, ami pedig a legfinomabb hernyósejem. Tehát, hogy ezt nem értem. Tehát, hogy milyen olyan, mint egy spanyol csizmatéd, a legfinomabb hernyósejem. Az a baj, hogy hűlünk, de ezt közben elhiszik egyébként, de mondjuk, ugyanolyan széken ülök, és ugyanolyan fülesen van. Na jó, tényleg nem. Anna! Iza, és Tibi, hogyha a nagy piros gombot megnyomod, akkor kigurul a WC-re veled. Anna! Igen. Anna, segítsen, hogy kell kikapcsolni ezt a lávaköves masszást, mert már nyomja a hátamat, most a vérkeringésem elizé. Rögtön elintézzük, Tibikém, ismerem a Balázs székét. Anna, integess már be nekünk Skype-on, hogy lássunk téged, és egy hete nem látunk. Hol az Anna? Anna, gyere már egy puszira be Skype. Hello! Anna! Hello! Anna! De jól áll neked a füles. Hello! Régen. Új a hajad? Barna vagy rövidebb? Vörös. Ezt voltál? Vörös. Előre fésültet hátulról? Aha, de igen. Kiszúrtam vörös? De tényleg, milyen jó szemed van? Jobban lát 9000 kilométerről. Atya úristen. Ne, otthon sose veszi észre. De nem, jó a hajad. Más köszönöm. Lett a hajad. Ugye voltál hodásznál? Igen, voltam, de be volt zárva. Kivette észre, kiszúrta, ki állapította meg azonnal, nincs nagyobb bók egy nőnek, ha észreveszed, hogy új a haja. A teniszbajnok. Így van, jó teljesen vagy. Egyértelmű. Azonnal kiszúrtam. És ebben a felbontásban milyen fehér a fogad? Viszont... Na mi újság? Tibi, hogy vagy? Mi újság? Puszi, puszi. El kell, hogy mondjam egyébként, hogy viszont csak eddig dicsértünk Balázs, de hogy az egérpadodról pedig most készül egy ilyen baktériumtenyésztés, mert az viszont ami erről le fog jönni, szerintem ahhoz képest az ebola az egy ártalmatlan tűszögési roham. Tehát, hogy az semmi. Vigyázz, mindent azon tárolok, az abot és a mézet egyszerűen hát, külön hogyha, a cseresznye magot, minden az egérpadon van. Szerintem erről az egérpadról teherbe lehetne ejteni egy lány kollégiumot, tehát hogy ez itt valami őrült izé van. Amit akartam mondani viszont, hogy te kivitted a laptopodat, Balázs? Én elvittem a laptopomat, igen, mert nekem azon van minden beállítás, mentés, jingle paletta, effektek, én anélkül nem megyek sehova. Én onnan vettem ezt észre, hogy ugye rá akartam nézni arra, ami itt maradt. Na most, ami előttem van, én nem tudtam, hogy ki, bementem a böngészőbe. Jani, figyelj, tehát, hogy én bírom a hardcore pornót. Én bírom a hardcore pornót, de ami a te böngésző történetedben van, az még az én gyomromat is megforgatta. Tehát, hogy kérlek, tehát, hogy... Igen, nyugodtan a linkeket küldd át magadnak. Te jó? Igen, de Balázs e-mail címén. Én hallottam már róla, hogy van ilyen állatos dolog, csak nem gondoltam, hogy olyat is néznek emberek, hogy állat állattal. Tehát az már nekem is, az már nekem is sok. Tehát, hogy jó, mindegy, annyi, hogy én most megkértem a srácokat, hogy amíg kint vagytok, tegyenek már föl nekem egy ilyen gyerekszűrőt, mert kicsit így nehéz ezen a gépen elmenni. Átültem a Feri pultjához is, ami meg csak egy annyi, hogy nem gondoltam rá, és nem támogatnám a sztereotípiákat, de két dekások vannak a pult aljára ragasztva. Tehát, hogy... Így is van, bármikor baj lehet, és egyébként, ha balra lenyúlsz, ott van a kolbász is. Felakasztva, igen. Az én pultom alá, amikor benéz, akkor 8-10 fölnyomott rágó, de ne leplezzél, lemerítál a Gyula mögöttem, hogyha ezt ne akar megtudni, ott mindenbe beleakadhat a kezed, amire nincs szükségem a számban, az fölrakom a pult alá alulról. Úgyhogy vigyázz, ott még érdekes dolgok vannak. Lányok, nem kérek több kaviárt, tényleg tele vagyok. Jó, nyomogatom mindig ezt a nővérhívót, és hozzák a kaviárt nekem egyfolytában. Jó, de nem az újra belakott stúdió és Anna flörtje az, ami ma reggel böki a csőröm.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Most még hagyok nektek pár napot, hogy ti magatok is rájöjjetek, hogy ez a menni Afrika, ez 6 hétig nem fog kitartani. Tehát nem ez fogja most bökni a csőrömet, ebbe belepusztulok. Tehát az ideúton bele, fia, rugdostam az autórádiómat. Tehát, hogy ez 6 hétig... Olyan cuki a Páko, olyan cuki. Figyelj. Ha már nem tudtuk elvinni, megígérte neki, hogy ilyen jingle-ök formájában kivisszük. Akkor legalább majd mondjon... Ez volt a deal, hogy hagyjon minket békén. Majd mondjon egy újakat, mert ez a menni Afrika, és én majd rugdosom az autórádiót. Tehát ne! Jó, de nem ez az, ami ma reggel böki a csőrmet. Ez egy picikét most nem az utatokhoz kapcsolódik. Kellett valamiért beszélgetnem az internet szolgáltatómmal, és kicsit érdeklődtem a csomagomról, és kiderült, hogy egy picikét ez a régi előfizető versus új előfizető dolgot akarom egy picikét boncolgatni, biztos, hogy ti is benne vagytok, vagy láttátok már, hogy figyelj, te előfizetsz egy csomagra, legyen az kábel, TV, internet, bármi. És konkrétan, hogyha most valaki az utcáról besétál, kap a te csomagodhoz képest egy olyat, hogy az orravére elered, negyedáron, tízszer annyit, közben aranytálon fogják neki feltállalni, te régi előfizetőként meg már sehol nem vagy. Tehát jobban jársz konkrétan, hogyha mondjuk nem csomagot váltasz, hanem fölmondod az előfizetést, az újra besétálsz az utcáról. Az megvan? Nálunk a Jani a nagy csomagkötő, meg a mindenféle csomagbővítő, de egyébként ebben tényleg van valami, hogy ha már előfizető vagy, sokkal nehezebb váltani, nem? Vagy új csomagot kérni? Hát meg a kedvezmények, amit egy új embernek automatikusan adnak, tehát besétálsz, és én most ezt neked ötösre adom meg, Tibi, már, még mielőtt kibontanád a dolgot, besétálsz oda új emberként, akkor azt mondják, hogy jaj, Rákóczi, de jó, hogy maga itt van. Ez kedvezmény. Ha egy évvel ezelőtt kötöttél, akkor tudod, mit kapsz? Ezt. És úgy veszik ki a csomagból a kedvenc csatornádat, hogy nem is tudod, hogy kivették. Egyébként mondjuk ez egy más tészt, arra nagyon dühös tudok lenni. Igen. Mondjuk az én csomagomat már nem lehet bővíteni. Jó, de érzem. Tegnap együtt zuhanyoztunk, valóban nem lehetett egy csomagodat bővíteni. De tényleg, arról van szó, hogy te ott vagy előfizetőként, te már megvagy, ugye? Tehát, hogy a cég megnyugodott, hogy te már megvagy, ugye? Kassa úr megvan. Megérkezik X úr az utcáról, azt még meg kell szerezni. Tehát kap olyan csomagot, hogy belebetegszik. Tehát, hogy ehhez képest te szépen ugye elfelejtődsz ott a meglévő csomagba. És tehát, hogy közben legalább, ha annyi elegancia lenne, hogy közben legalább hogy nagyjából, hogy középúton frissítgetnék a tiedet is. De hogy nullára. Te, Jani, te ezeket figyelgeted? Persze, mindenképpen odafigyelek rá. Abszolút. Jani csinál olyat is, hogy a régi előfizetését felmondja, és újat köt, mert az kedvezőbb érted. De itt egy családi csomag, nem, Jani? Tehát családi. Családi. Egyértelműen családi, hát a kisebb mások jellegű csomagokat is igényelnék, de hát sajnos ezekben nem mindenki akar. Nem partner. Igen, de általában azt szoktam csinálni, hogy dílt kötök. Tehát televíziós csomagról van szó, akkor kap a gyerek is egyet, Móni is kap egyet, meg én is kapnék egyet. Gyerekek, egyébként ebben fényébekben vagyunk lemaradva Amerikától, mert hogy ott nem az van, hogy a szolgáltató valamit rád erőltet, hanem ott az van, hogy te saját magadnak, amit te nézel, összeválogatod, és nagyon sok államban úgy működik a rendszer, hogy amit összeválogattál, mert tudod, hogy azt a 8-10 csatornát nézed, azt számlázzák ki neked, tehát egy általad összeválasztott listát nézhetsz, és nem kell kifizetned azt, amit egyébként te a csomagba belevennél itt Magyarországon, de nem nézed. Összepakolgatod magadnak, megmondják, hogy ez a csomag, amit te összeállítottál, ez mennyi, és ehhez képest fizessél, akkor mit tudom, ennyi dollárt, meg ennyi centet. Egy sokkal jobb rendszer, mint hogy itt eldönti a szolgáltató, hogy te mit nézhetsz, ugye, kiveszi, beteszi, te kiválasztod, mert a nagyba benne van az a három, amit néznél, de nem tudod igazából szíved szerint összeválogatni, nem? Hát igen, de azért vannak olyan lehetőségek is, amikor mondjuk következmények nélkül lemondhatsz bármit a csomagból, ami neked adott esetben akkor már nem tetszik. És akkor olcsóbb lesz az előfizetés? Igen. Tehát ez már lehet. Akkor kezd hasonlítani ahhoz, igen. Nem tenném rá egyébként ezt csak a kábel szolgáltatókra, mert a mobil szolgáltatómnál is bent voltam, ahol egy olyan csomagban vagyok, ami egyfajta ilyen korlátlan beszélgetős csomag, tehát hogy van egy fix díj, azt annyi. És besétáltam, és mondta... A very impressívek között vagy? Micsoda? Hogy besétáltam, és mondta a hölgy, halálcukin, hogy egyébként már egy 8 hónapja van egy meg lehetett volna úgy újítani a csomagomat, jaj, kassa úr, maga sokat fizet, mert már 8 hónapja van egy 7000-re olcsóbb csomag, ami ugyanezt tudja, csak annyi picit több benne az internet. Tehát
Ebben igazad van. Tehát, hogy én kérek elnézést, nem? Tehát, hogy ilyen figyelés, hogy nem küldött neked erről értesítést? Nem, értesítést nem küldött, hozzám személyesen jöttek ki egy szálvirággal. Igen, azért nem kötöttem. Olyan értesítést egyébként küldted, hogy a levélben a számla mellé neked leírja, de ki a fene olvassa azt el, hogy ilyen-olyan, letéped a számlát, utalod, kifizeted, stb. De mi van, költséghatékonyabban működsz, vagy low budget, vagy bementél minden szolgáltatóhoz, és kicsit fölmondod a szerződéseidet, és átiratod? Tehát itt kicsit át kellett gondolnod a kiadásaidat, vagy mi van? Lemondtak néhány koncertet? De örülök, hogy ebből is ki tudtál hozni rosszul. Bementem a mobil szolgáltatomhoz, bementem a TV szolgáltatomhoz, mindenhol rájöttem. Mi van, kicsit igazából át a családi költségvetést, és át kellett alakítani? Igen, egy kicsit átvilágítottuk, mert rá kellett, hogy jöjjek, hogy a bátyám vagy a csajom kölcsokat. Tehát, hogy valahol elúszik a büdzsé. Nem csak, én azt gondolom, és hogy csak ez legyen akkor a végkicsengés a dolgok, hogy azt gondolom, hogy régi előfizetőként, amikor kicsikét valami jobb csomagok úgy előjönnek, akkor legalább úgy a középértékét hadd kapjam már meg. Tehát, hogy nem kell nekem valami ultrát kapni, de hogy egy kicsikét úgy engem is húzzanak már, hogy ne legyek már annyival rosszabb régi előfizetők. Azért, mert én mondjuk 5 éve hűséges vagyok mondjuk, vagy ott vagyok egy szolgáltatónál, azért ne büntessenek már, legyenek olyan tüneményesek. Ja, gyerekek, megadható. Adjuk meg, nem? Adjuk. Megadható. Jól adjam? Jól, az jó. Ezzel egyetértünk, nem? Ezzel egyetértünk. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbe. Szemét van. Te szemetek volt. Hármas szintű, abszolút indokol csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Gyerekek, ezt hármasra kellett adni. Ritkán adom a hármasat, de ezt most meg kellett adni. Ez egy jogos. Ráadásul így, hogy sajnáljuk is, mert hogy a családi költséget is megrodjantok a dolgok egy kicsit. Néha az embernek jó átfésülni, pont a mobillal jártam én is úgy, hogy átmentem egy másikhoz, és pont ugyanezt mondták, hogy hát ebben 8 hónapban átmenne az ilyen olyan optimum, ilyen mit tudom én, milyen csomagba, és kiderült, hogy sokkal jobban jár, csak hát nem hívnak föl ezzel, és nem mondják el. Úgyhogy ezt megadtuk hármasra. Láttam egyébként a hirdetést is, Tibi, amiben a piros sportautót elcserélt 3 vagonért. De hát már 9:30 múlt 7 perccel, vagy fél 10 lesz 3 perc múlva. Igen, ez a kettő közül valamelyik. Bocsánat, zulu nyelven van írva az idő, igen, és én már picit még nehezen tanulom a nyelvet, hogy egy hűségcsomag, meg telefon, meg mindenféle ilyen kecskés csatornák, meg mit előzmények, meg kecskés csatornák. Kicsit azért húzod az időt, mert esetleg kitettük a lábunkat, érted, és már is eljátszod azt, hogy nincs témád. De van! Menni Afrikába. Na mond. Jó. Ugye most mi az elkövetkezendő hetekben egyfajta távkapcsolatban fogunk élni, ugye? Így van. És én egy picikét emiatt kibontanám a témát, utána mentem annak, hogy hogyan működhethető jól egy távkapcsolat. Mert én szeretném, hogyha ha továbbra is boldogok, kiegyensúlyozottak lennénk együtt, fennmaradna az a fajta harmónia, ami eddig sem volt meg, személyesen sem. Alapvetően hisztek a párkapcsolatban? Na, ezt jó, igen, jól indultunk? Igen, hát így házas ember. Maradj ide. Hülye egy dolog, de valahogy belepártunk. Hisztek a távkapcsolatban? Igen, maximálisan. És ezt nagyon szépen köszönöm, Gattyán Gyöngy. Indiai irányba járva az igen. Sokszor kérik a bankszámlaszámodat, és mindig 5 dollárt húznak le, de mindig leveszi azt, amit akarsz. De nagyon szeretnénk, Tibi, hogyha mi is így tartanánk egymással a kapcsolatot, jó? Hogyha tollál nekünk legalább hetente kétszer egy jó kis live show, így a neten keresztül. Mindenképpen. Mondom, gyerekek, bocs, Tibi, csak kijelzett a tévénk, hogyha nem nyomunk meg egy gombot 40 másodpercen belül, akkor ki fogja kapcsolni önmagát, úgyhogy bármit most megnyomunk, ami tévénken, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot. Jó? De beszéljen nyugodtan. Igen, mert azért hangom mellett azért mondjuk ki, hogy azért a látvány is lebilincselő. Tehát azért mindenképpen jó, hogy láttok. Ezt akartam. Sajnos túl jó tévén nézünk. Igen, és iszonyatos közelibe vagy, de egyébként valóban lebilincselő a látvány, igen. Na, szóval távkapcsolat, hát nem volt még szerintem nekünk, hogy ezt meg tudjuk ítélni, de van egy nagyon szép mondás, amit csak így elő tudok nektek rántani, hogy érezzétek azért, hogy sokszor azért, mert én sokat kérdezek, és direkt tettetem magam butának. Milyen szép gondolatok vannak azért fejemben. Direkt? A távkapcsolatra mondják, és ez nagyon szép mondás, hogy a távkapcsolat a kis tüzet eloltja, az a nagy tüzet fellobbantja. Már hallom, szétcsipált a fülemben. De jó. Bocsánatot kérek, írjátok föl, jegyzeteljetek. Érdekes, én úgy is vettem, hogy a kis tüzet eloltja, és a nagyot is. Igen, mert egy rohadt romantikussággal megáldott, egyáltalán nem megáldott. Vagy. Még egy zokni vagy a családi fotó, még egy zokni. Az a baj, nagyon nehéz folytatnom a témát, mert közben látom, hogy Anna zokog az üvegpult mögött a romantikától, tehát hogy
hát annyira meghatott ez a hasonlat, hogy belebőgött. Egy picikét itt utána olvastam, hogy mi is van a távkapcsolatban. Próbáljuk meg ezt most a mi esetünkre rávonatkoztatni. Jó, hogy itt távol vagyunk egymástól, és hogy hogyan éljük ezt meg. Távkapcsolat. Egyik félnek sem könnyű. Eddig igaz, nem? Ez igaz, igaz. Uh-huh. Nektek is nehéz? Nektek is nehéz, ugye? Igen, igen. Már veled kapcsolatban? Igen. Amikor elmondolod, nagyon nehezen alszom el, Tibi. De nehéz. Na, azt írják, hogy a legelején nagyon fáj mindkét félnek, hogy messze vannak egymástól, de energiát és pénzt, időt nem sajnálva folyton utazgatnak egymáshoz. Most már milyen nexusban beszélünk erről? Tehát a Feri és a Béka, vagy te és mi? Hát én úgy érzem, hogy te és mi. Én azt akarom kérdezni, aha, hogy merült-e föl az benned, hogy ha lesz egy leállás etap a forgatásban, akkor te hazarepülsz Szadára, egy ölelés és vissza. Nem. Egész gyorsan és őszintén mondtam. De az viszont igen, hogy te gyere ki. Ha van kedved egyébként, és hozzál egy teniszütőt, hogy tudjak végre valakivel játszani, meg hozzál egy meleg fölsőt, mert este rohadt. Így van, de ne jöjj félre, Tibi, nem úgy gondolt, hogy veled játszani, te csak a teniszütőt hoztál. valakit hozzá. Igen, ezt akartam mondani, hogy amennyiben nem akarsz válaszokat kapni, szerválni, nekem tudsz, én meg tapsolok a túloldalon, hogy ügyes vagy, mert hogy körülbelül ennyire nem a mi játékunk. Jó, összegyűjtötték az előnyöket és a hátrányokat, ez alapján talán könnyebb lesz akkor megítélni, hogy akkor mi hogy is állunk. Álltok előny, nem lógtok folyton egymás nyakán, mindenkinek megmarad a személyes szabadsága. Ez eddig? Kiváló ér. Kiváló uh-huh. egyébként. Kicsit mindenkinek van tere, kicsit mindenki tud jönni, menni, szabadon mozogni, ezt adom. Tehát akkor hogy nincsen az, hogy délután mindig mondom, hogy gyere Bali, fussunk össze, dumáljunk már picit, menjünk el az ugrálóvárba ketten, nem tudom. Tehát, hogy van tered, van most. Mi eddig ezt csináltátok? Mi igen? Balázsral, igen. Olyan volt már, hogy jöttünk forgatásról, a Jani elszenderedett, és egyszer csak fölülvöltött. Tibi! Hol vagy? Tudom, Jani, aludj vissza, csak egy szörnyű állat. Te van! Hiányérzete! Ilyen volt, ilyen, ezt meg tudom erősíteni, ilyen abszolút volt. A következő egyértelmű előny, és ezt most tapasztalhattátok, amikor megjött az élő kapcsolás, mindig öröm újra látni a másikat. Egyébként ez tényleg így van, mert hogy keddenként kevésbé örülök neked, abból a szempontból, hogy csomószor láttak, de nem, most volt egy ilyen nosztalgikus, itthon vagy, látjuk a stúdiót, ott a stúdió, ott a Tibi, ott az Anna, de jó, hazai ízek, hazai látványok. Ez egyébként valóban működik, tehát jobban örültem most neked, mint egy átlagos zord októberi kedden. Jó, a következő előny, nem kell alkalmazkodnod hozzá, nyugodtan csinálhatsz programot a barátaiddal. Abszolút jó. Hát ti tegnap úgy mentek át gnuhust venni, úgy mentetek át, hogy nem mondtátok, hogy hol vagy Tibi, nem? Simán csináltatok programot. Hát kerestük nagyon, de inkább a gnuhus mellett. Ez is működhet. A távkapcsolat utolsó előnye, nem kell minden nap top formában lenned, hisz úgyse lát. Ezt mi nem baj, ha nem veszük magunkra, tehát ezt gondolom, hogy... Így van, de amikor én otthon vagyok, akkor sem igyekszem csúcsformába lendülni, akkor ennyi után már nem mindegy. De ez is jó egyébként, igen. Jó, mondok néhány hátrányát a távkapcsolatnak, jó? Na. Folyton azon agyalhatsz, vajon nem talál-e mást a párod, aki sokkal közelebb él hozzá? Tehát, hogy te most találsz magadnak egy másik műsort? Hát, nem, hát hogy találok. Csak nem? Nem, hát találok magamnak valakit, akivel Bali helyett járhatok teniszezni, Jani helyett. De mi, hogy bemész a Bocsiékhoz a műzikba, erre gondolsz, hogy mi? Gyerekek, kedv van, a Baliék nincsenek itthon, megjöttem, menj már! Hoztam a kis... Ha nem éred utol telefonon, akkor azonnal gyanakodni kezdesz. Nem is hívtunk. Igen. Valószínűleg azon a gyanakodik ezt, hogy rád se sörgött senki ma a stábból. De nem, azért nem hívtatok, mert tudtátok, ha nem venném föl, akkor rögtön gyanakodnátok, és nem akartatok magatoknak fájdalmat. Érted, hogy az a bizonytalanság, vajon ja, mi tényleg lehet? Így, hogy nem hívtál, nem vagy bizonytalan. Hol van, mit csinál? Igen. Egyébként meg ez így van, én tegnap reggel írtam Tibinek 6-kor egy SMS-t, illetve azt hiszem, hogy te kezdted, én írtam egyet 6-kor, és arra csak este válaszolt. És így kérdeztem is a Janit, hogy te Jani, mi lehet a Tibivel? Már nem szeret. Erre mit mondtál?
azt, igen, hogy... de ez a kérdés csak azért volt, mert te 10 után rohadt magányos vagy. Mi elmegyünk dolgozni, te meg itt kolbászolsz a kertbe. Ha-hó, ha-hó. Srácok, srácok. Kire nem csörögtem még rá? Oh, a kasza. Igen. És, még, igen. És még mindig csak reggel 10:30 van, tudod? Igen, hát úgy hosszúak a napok, igen. A konklúziója a dolognak az, mert úgy lát, ezt körülbelül szerintem ennyire tudtuk kibontani a távolból. Mondom nektek, nem könnyű ezeket az akadályokat áthitalni, de nem lehetetlen, és ha ezen az időszakon átesünk, utána nagyobb lesz a szerelem, mint az elején. Tehát, hogyha hazajöttök, akkor úgy fogtok szeretni, mint soha azelőtt. Istenem, annyira várom már, hogy egymásba forjon a testünk, hogy összeperzselődjön a bőr. De én ezt Ferihegy 2-n szeretném megnézni. Anya, és egyébként annak is örülök, Tibi, hogy mi is találkozunk majd. Ferihegy 2 november végén majd, aha, szeretnénk, ha te is kijönnél. Gyere már ki. Gyere már ki elénk egyébként. Jó, kicsit bár ez, gyerekek, a Honvágy első jele, jó, hogy a utazásunk 5. napján arról beszélünk, hogy mi lesz novemberben Ferihegyen. Érzitek, hogy így kezd beszállítózni, hogy azért mindenki kezd egy kicsit hazagondolni. Jó? Igen. Tényleg, gyere már ki majd, Tibi, jó? Hozz ki Moniékat, várj még minket a parkolóban. Azt akartam mondani, hogy azon nagyon ne lepődjetek meg, hogy azért terveim között szerepel, hogy egy picikét meglátom, hogy muzsikáltok kint, de szeretném átvenni az életeteket, tehát ne lepődjetek meg, Balázs, hogyha nem fogsz ráismerni a riasztókódodra, Jani, hogyha nálatok Virág már engem szólít apának, és Feri, hogyha az ellipszis gépeden engem találsz, amikor hazajössz félmeztelen nagyon edzeni, izzadni, az a terveim között szerepel. Tehát egy picikét átveszem. Nyugodtan átvesz. Használd, ne nyúj az italokhoz. És a szerrános sonkához a spájzba. Jól van, érezzétek jól magatokat, nagy királyok vagytok, nagyon irigylünk benneteket, nagyon jó idő van, nagyon császár. Nem akarom hergelni Magyarország lakosságát. Rohadjál meg, Balázs. 36 fokot mondtak ma. Nyugtasson a tudat, hogy este viszont nagyon lehűl, akkor ilyen 8-10 fok van, napközben cudar, az tényleg az elég kemény, igen. De nem mondanék erőt, az ellátás, egy rohadt nagy pálmafát látok. Az ellátás, az úgy hallottam, hogy szerény egy ilyen 6+1 csillag kis gyémánt, egy apró hold pici nap. Igen, mondanánk, hogy ez nem így van, de nem akarunk hazudni. Tehát, hogy bekopognak egy ilyen apró bébi fóka, hozza fel a reggelit kis tálcán, sírálj, pottyantja le a tojást, hogy fel is legyen ilyen jellegű? Nem, ennyire nem. A Zsül pottyantja a tojást. Így van. És ez nem annyira jó, mintha sírályhoz. És nem ét. Igen, illetve nekem a békák vannak az ablakom előtt, amit tegnap éjszaka már rituálisan akartam az összeset megölni, mert hogy nagyon mérges vagyok rájuk. Kurucsoló hangot adnak, meg tudjuk mutatni a hangot egyébként? Most nem. Majd megmutatjuk elköszönés előtt. Nem hiszed el, Tibi, hogy ezek a békák milyen hangot adnak egyébként? Nem olyat, mint az európai békák. Így van, Balázs visszaadta az étlapot is tegnap este a vacsorán, és csak annyit mondott viccének. Békacom. Ezt tennék, igen. Figyeljetek, rohadtul irigylünk benneteket, nagyon jó helyen vagytok, vigyázzatok magatokra, és hiányozzak nagyon. Nagyon fogsz hiányozni. Nagyon-nagyon hiányzol. Anna! Tibi! Vigyázz magadra, egy hét múlva kedden várunk, jó? Szevasztok! Ciao, köszönjük szépen, 9:30 múlt pontosan 7 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Élő Morning Show. És remélhetőleg élő műsorvezetők. Jó, hogy nem vagyok itt, Afrika! Hey! Hülye, imádom. 3:10 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt Dél-Afrikában és természetesen Magyarországon, sőt, leginkább Magyarországon. Egyébként trafi az M0-áson Annahegynél, Szeged felé, ez Geri küldte nekünk, aztán Hali az M7-esen Letenye felé az alakomári pihenőnél készülnek a szervek teljes kiterelésre. Rendőr és mindenki ott van. Mr. Tróger küldte ezt nekünk. Győrben gyönyörűen süt a napocska, szép napot, üdv Woody. És Kata írta, Balázs nem akarja hallgatókat idegesíteni, de többször is elmondja, hogy milyen idő van Afrikában. Ezt Kata küldte nekünk. Gyerekek, hogy kapja meg valaki az ajándékcsomagot akkor, ha ti most kint vagytok 8 hétig? Kérdezik többen, ezek számunkra kicsit talán megdöbbentő kérdések, válaszolunk rá természetesen, ezért vagyunk, hát előre aláírtunk nyilván egy csomót, és ezt a mi gyártásunk kipostázza annak, aki megnyeri, ha kell az egészet, ha kell, kiveszi belőle a bögrét, órát, stb. De hogy hát nyilván mi azért most, hogy nem vagyunk otthon, előre dedikáltunk néhányat. És nagyon nehéz volt a dolog, mert eddig ugye Jani járt a postára a csomagokkal, mert ő ezt szereti, és ezt most át kellett adjuk másnak, de megoldottuk. Megoldottuk, megy a csomag. Ott lesz, így van, ott lesz. Jól van, én kimegyek, srácok, elétek, mikor jöttök pontosan, Mike? Szeretnék, aki jönnétek, tényleg.
Egyébként az egy hét után itt vagyunk már azok, kicsit fölmerült, hogy aki jövett el. Majd így egyre több otthoni gondolat lesz, figyeld meg egyébként. Janinál még nincs meg ez, hogy haza menne. Én el vagyok, srácok. Jó, de ez a te világod. Enni adnak. Minden nap beszélünk. Nem keveset, nem sokért. Családdal beszélsz, igen, olyan, mint ha itt lennének, meg vagy érted. Nem kell tovább gondolni ezt a dolgot. Na jó, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó a ma reggeli Morning Show-ban. Felhívtuk a Pénzcentrum szerkesztőjét, Ráski Pétert, és hát próbáltunk néhány kérdésre választ kapni, mármint ami ugye a devizahiteleket érinti, ki kapnak vissza, mikor kapnak vissza, kiket érint, mennyit kapnak vissza, hogy fizetnek a bankok, a legfontosabb kérdéseket szerintem feltettük. Ha valaki szeretné az egész beszélgetést meghallgatni, akkor a morningshow.hu-n megteheti, elég hosszú volt, szerintünk igen, csak érdekes dolgok hangzottak el, megpróbáltuk a legfontosabbakat most ide a best of-ba is átemelni. Valamint ugye leopárd csapdákról beszélgettünk, mert hogy átvettem a hatalmat az Instagram kezelése felett Lacitól, és elindul. Elnézést a hullámzó színvonalért. Elindul Bali Instagramja. Én közben követtem a Federert, ezért elharagudjatok. Tehát azok, akik keresnek minket, mint Class FM Morning Show az Instán, azok látják, hogy közben Roger mit csinál. Valahogy a telefonom összehangolt ezt a két dolgot, én nem akartam. De ha követem a Class FM Morning Show-t, akkor a biztos érdekli őket. Biztos. Ez egy kicsit külön Bali Instagramja lesz, jó? Úgyhogy... És azoktól is bocsánatot kérünk természetesen, akiket nem annyira érdekelnek a kerámia lapos hajsütő. Abból most csak 4 fotó van fönt az Instán, nem értem, hogy miért vagy ennyire szigorú. Úgyhogy megbeszéltük, hogy milyen leopárd csapdákkal lehet egyébként találkozni, és hogy ezen túl milyen képekre számíthatnak azok, akik a Class FM Morning Show-t megtalálják az Instagramon, és elkezdenek követni bennünket. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 7 perc múlva pontosan 10 óra. Ebben a pillanatban jött az SMS. János Somorja fehér dobozos transporterből trafi beteg futár küldte ezt nekünk. A 16-os kőnél van egy trafi szintén a 81-esen. Ezt Lívia üzeni, és az M7-esen Letenye felé a zalakomári pihenőnél ellenőrzés van, valamint Győrben gyönyörűen süt a napocska. Woody küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Csabi, jó reggelt kívánunk neked, hello! Jó reggelt, szevasztok! Hagyjátok abba ezt a kamuzást! Hát itt látlak titeket egy monitoron, azt látom, hogy ültök egy szobában, olyan jól szóltok, mintha itt ülnétek, hát gyertek most már be innen a folyosóról, hát ne csináljátok már ezt a kamuzást, de most komolyan. Rohadt nagy kamu, amit csinálunk, fölötted vagyunk egy emelettel egyébként. Ugye? Ország hiszi el, hogy kim vagyunk, igen, Dél-Afrikában. Azért, mert ilyen, de jó téged látni. Ilyen kongás alázenét adtok, akkor már azt mindenki elhiszi, hogy ott vagytok a dzsungelben, persze. Az igazi feeling az az, hogy találtunk egy pálmafás, pálmafa mintes Teddy Henger. És ki tudtuk tapétázni vele a szobát. Itt kín a folyosón annyi növény van, biztos emlékeztek még rá. Én tegnap csináltam egy ilyen dzsungeles fotót, és megmutattam, na ez az igazi dzsungel. Itt kín a folyosón, nem kell odáig elutazni. Menjetek már. Igen, a szép lyukkák vannak a folyosón egyébként, ja. Igen. Mi újság, Csabikám, jól vagy? Minden oké? Okay? Nem, minden oké. Okay. Kicsit így átgondoltam most, hogy látom, hogy ez ennyire jól működik. Látlak is titeket, nem tudom, hogy ezt a hallgatók láthatják-e valaha, hogy ti ott ültök, tehát hogy egy ilyen Skype kapcsolaton keresztül simán látom, hogy ott vagytok, ott a Gyuszi is, meg mindenki ott van, és így végig gondoltam, hogy annyira nagy vágyam nekem egyszer az egész nyarat Lignanóban tölteni, hogy esetleg megoldható akkor ezek szerint, hogy nem is megyek Szabira, hanem hogy kiviszem ezt a stúdiót. Hogy ne lenne megoldható? Persze, ami két szobával arrébb ott van a programigazgató. A szobája, ennyi kb. De mi támogatunk. Jó, hát köszönöm, hogy kijártátok ezt az utat. Intézni, Csabi, hát, viszont elkezdtünk dolgozni az azon, hogy jön, hogy pirossal tudjatok jönni majd a kamionnal itt Nelszporítés környékén, jó? Nagyon-nagyon. És kérem mindenki egy számot. A klassz őszte nevében. Jól van. Annál, ha hall minket, akkor hívhatjuk a naphallgatóját. Képzeld el, hogy már rá is csatlakozott a telefonra, ugye folyamatosan a fülén van a kajdló, és már hívja is. Annyira csörgeti. Jók vagyunk így együtt, komolyan. Nagyon. Ha tényleg évek óta együtt dolgoznánk, annyira érezzük egymást tényleg. Mintha évek óta? Hello, Anna. Anna. Morning Show, Africa Edition. Az bizony. Hello. Love. Jó reggel. Írtál nekünk SMS-t, és azt nézem, hogy hol van. Hogy a hol. Számítógépem. Gratulálunk, nagyon jót írtál. Ugye? Így van. Itt van valahol a Winchesterem. Nem írtad alá, hogy hívnak? Tamás vagyok.
Tamás, hello. Azt kérdezted, ugye beszéltünk a devizahitelekről, hogy a déli féltekén nem kapok esetleg többet vissza a hitelemből? Már a fizika miatt is. Ugye beszéltünk itt a lefolyásról, meg a vízlefolyásról, lefolyóról, úgyhogy ezzel te lettél a nap hallgatója. Gratulálunk neked! Egy szép kis ajándékcsomagot adunk. Hol hallgatsz minket helyileg? Hát most éppen Tatabányán, egyébként Zámolyan lakom. Milyen jó ezek? Hát Magyarország sajnos. Jó, ne, nincs szeretjük ezt. Napról napra egyre kedvesebb nekünk, minél több időt vagyunk itt kint. Egy nagyon szép kis ajándékcsomagot küldünk neked, ezen kívül rengeteg ajándékunk van, úgyhogy hallgassd a reklámblokkot, mert érintett leszel benne. Rengeteg mindent kapsz még, ami ajándékcsomagunkon kívül, úgyhogy ezeket is eljutassuk, ha eljutatjuk hozzád, hallgassd meg, jó? Hogy miket nyertél még. Köszönöm szépen, jó szórakozás nektek továbbra is ott kint. Ez munka! Igen, igen, úgy tűnik, de azért melózunk ám keményen, igen, igen. De ha szórakozásnak tűnik, akkor megéri, mert azért csináljuk. Köszi, Tamás, vigyázz magadra, ciao, hello, hello. Hello. Csabikám, remek zenéid lesznek? Soha nem meséltetek még róla valószínűleg, hogy mit csináltok 10 után, de ott tudjátok hallgatni az adást? Tehát ugyanúgy visszafele megy a jel, hallgatjátok, hogy ott ültök. Marad, hát ők mennek dolgozni, aha. Csabi, a két fiú, nem tudom, föltűnt, hogy van egy tévéműsoruk. Én viszont ja. Itt maradok a Zsüllel meg a Gyulával, és csak téged hallgatunk egész nap. De ha nagyon konkrétan kíváncsi vagy rá, hogy én mit fogok csinálni, most mielőtt kimennénk forgatni, fölmegyek és összeszedem az megszáradt ruhákat. Jaj, nem, ezt nem akarom megint tudni, hogy teregettél a kábet fölé. Nem, ez nekem sok, nem. Ez Csabi, te se akar tudni, zoklik lóval, ha Janik ágyja fölött. Másképp el sem tudom képzelni, nem akar tudni, de azért találtam reggel egy zacskót a kilincsemre akasztva a szennyes zoklikat. És mind nagyon jó minőségű volt. Jani mosodája. Dél-Afrikában, nagyon na, jó. Milyen zenék? Hát magyar zenét hozok akkor nektek, jó? Ott a nagy messzi távolban, hát ha megdobogtatja a szíveteket, ráadásul négy kiváló énekest, Radics Gigit, Király Lindát, Király Viktort és Balázs kedvencét, Berezki Zoltánt. Álmod meg a csodát! Ó, Zoli! De jó! Meghallgatjuk. Jól van. Csabi jön a kívánság műsorral. Csabikám, jó munkát neked, jó? Kösz nektek. Vigyázz magadra, 555-55-00, ez a telefonszám, oldalt tudtok tőle kérni. Mi pedig, ha minden igaz, akkor holnap 6 órakor érkezünk újra. Szevasztok! Jó! Ciao.